Jó estét! Olvasom Péter Fiborinak a, hát nem is tudom, mentegetőzését. Rám volt tusványoson, és így mondta is. Ugyanaz a sztori, mint a Quimby-vel, azt hiszem egy, vagy két, vagy három éve, már nem tudom. Így összefolyik bennem a... Összefolynak az évek a tudatomban. Hogy na most akkor ő is megkapja magáét, mert pedig ő csak azért ment, hogy zenéljen. Ugye Péter Fiboriról tudni kell, hogy hát ő nem tartozik a, sem a nersevikek, sem egyáltalán a jobb oldal táborába. És hát egyszer csak én a Balatonon nyaralok a kislányommal, és nézem, hogy az én atyai jó barátom, hát ott van, tusványosan. Ott szídja a nert, a nersevikek középpontjába, vagy ott a izébe. És gondoltam, hogy tőle is megkérdezem, hogy Péter Fibori és Quimby vagy-e, vagy valamilyen más. Na érted, lekerülni tusványosra az egy szimbolikus valami. Tehát, és eddig te nem voltál sose, mert nem hívtak, gondolom. Persze, és... persze, hiszen nem hívtak. Aha. Ha hívtak volna, mentem volna. Akkor is elmondtam volna, amit ott szerintem el kell mondani, vagy érdemes elmondani. Hát le kell menni, ők vendégül látnak engem. Ilyen értelemben ők, hogy mondjam, bizonyos értelemben használnak engem valamire, érted? Bizonyos értelemben legitimálja azt a közeget, azt a teret, de én megkérem ennek az árát, tehát én ennek az ellenértékét megkérem a nyilvánosságnak. És akkor azt ott konfrontálom őket, és akkor az egy olyan helyzet, amit ő nekik vállalniuk kell. És akkor ki mennyit tud ebből a helyzetből kihozni. Én elmehetek oda, és ott rájuk olvashatom azt, amit gondolok róluk, meg azt, amit hát leolvasok az országról, a hazámról. Ők meg vendégül látnak, és az van, hogy akkor én is benne vagyok a programban. Tulajdonképpen, na, ez egyébként Magyarországon kb. 30 éve téma. Tudod, ez a nem állunk velük szóba, nem állunk szóba, nem megyünk le, nem szereplünk. Tudod, ez... Én sose hittem ebben. Igen, bazd meg, ismersz engem, mindig is harcoltunk ez ellen. Mindig is. Az a kérdés, hogy hol van a hat... De ugyanakkor meg te folyamatosan kritikával illeted azokat a korábban centristának gondolt barátainkat, akik szintén ugye szerepelnek NER... És konfrontálják úgy olyan módon... Na igen, erről beszélj már egy kicsit, hogy mi a különbség a kettő hát, között. Mert ez szerintem tanulságos, most... és ez a kedves rádióhallgatókat is valószínűleg érdekli. Hát szerintem az lenne a feladat, hogy oda kell menni, és a lehető legjobban meg kell keseríteni nekik, hogy elhívtak. És ha ennek ellenére vállalják, akkor újra oda kell menni. Viszont érted? Akkor... annál többet nem tudok tenni, mint hogy megkeserüljék. Én azon vagyok, hogy megkeserüljék, hogy ez ne, hogy egy keserű legyen. Érted? Bizonyos értelemben keserű legyen nekik. Megkeserítsem nekik. És hogyha ők ennek ellenére vállalják, mert azt mondják, hogy tonikot csinálunk belőle, mert az jó, úgy, a tonikba jó, annak keserűnek kell. Egy kis keserű, érted? Sok szódával. Az nekik elmegy. Ők azt mondják, én meg azt a keserű igazságot rájuk olvasom, és megvagyunk. De figyelj! Szerinted, ha lenne... Ők is nyilván azért visszaütnek. Na, hogy? Hát úgy volt a programban, hogy én egy valakivel vitatkozom, plusz műsorvezető. Ez így volt a műsorfüzetben. Még egy nappal előbb is ez volt. Erre az a valaki, aki meg volt hirdetve, az kiderült, hogy nem lesz ott. De ez már akkor derült ki, amikor én már odautaztam. És kiderült, hogy nem egy valaki ugrik be a helyére, hanem három. Ez miért olyan kurva vicces? Vagy nekem már elvette az izé a... És akkor ott van, hogy Puzsér, na, most mondjad meg. Itt van egy kerekasztal, tele van emberekkel, tudod? És hát ez is egy feladat. És de akkor megmondtad, ott... mert olvastam azt a cikket. Állítólag te megmondtad. Na, leírtam. Igen, úgy érzem, figyelj, hogy igen, azért csomó mindent meg tudtam figyelj, mondani, volt alkalom. Fújolás, atrocitás volt-e? Semmi. De semmi. Semmi.
Haverkodás, nulla együttfényképezés, maximális. Húzsér, szevasz, de jó maximális. A, ráadásul a rendezvényünk után, ami a VIP-je a nagy színpadnak, az ő nagy színpaduk az a Petőfi színpad, és akkor a Petőfi színpaddal van szembe ez a infotér rendezvényhelyszín, ami hát egy fedett, tehát hogyha esik, akkor a VIP azonnan nézi a koncertet, tudod? Aha. Tehát ez így van kitalálva, de ilyen plusz karszalag kell, tudod? Ja. És az ott volt a rendezvény. És utána, hát így álltak az emberek utána a színpad előtt, kérték, hogy írjam alá, könyvet adtak, hogy dedikáljam. Igazán, melyik könyvet? Na, erre kíváncsi vagyok. Hát egy Sznobjektív könyvet dedikáltam, meg egy Demokrácia RT könyvet dedikáltam. De különben meg hát így, szóval, hogy így teljesen úgy éreztem magam, mintha itt Budapesten lettem volna, vagy mintha itt egy Anapul lettem volna, ezután a rendezvény után. Figyelj, tehát egy annyira támogató közeg vett körül egyébként az egész rendezvény ideje alatt, amíg ott voltam lent, hogy nem csak én már az előző estét ott, tehát már az előző este bementem oda, megnéztem a Queen Beat, megnéztem, hogy hogyan buliznak ott az emberek, mielőtt még a rendezvény lett volna. És csak pozitív impulzust kaptam, de kizárólag. A NER legfőbb örömünnepén. Igen, a NER fesztiválon. Kizárólag pozitív. A legnagyobb bírálat az az volt, hogy hát figyelj, mi politikailag nem ugyanazt gondoljuk, de fantasztikus, ahogy előadod, és hát az energia, amivel hát meg ilyenek. Tehát ilyen teljesen támogató közeg. Azt kell, hogy mondjam. Figyelj, fölmerülnek kérdések. Hol volt a kommentmező, hogy zsidó Puzsér a kurva anyát hazaáruló, Gyurcsán segjukából CIA ügynök és egyebek? Senki nem volt. Én ezt hiányolom. Ezek közül most két lehetőség van. Az majd legközelebb én megyek, és ezt fogom. Az egyik lehetőség az, hogy ezek nem valódi emberek, ezek nem valódi identitások. Már a kommentmezős? Aha. Hogy ezek nem valódi identitások. Vagy face-to-face nem megy a kommenthúszárság, mint a képernyő mögül mi. Vagy az van, hogy ők nincsenek ott a fesztiválon valamiért, ezért azért, mit tudom én. A harmadik az, hogy ott vannak, csak nem jönnek oda. Aha. És kussolnak. És tudomásul veszik ezt a gyalázatot. Figyelj! Anélkül, hogy oda jönnének, de nem másznak bele az arcomban, pedig a komplett komment univerzumok alapulnak arra, hogy belemásznak az arcomba, bármit mondok, vagy írok, vagy bárhova. És hatalmas gyűlölködés van. Meg tudod, kirekesztés mindenből, ami nemzet, mindenből, ami haza, mindenből. Persze, ami... persze. És ez, ennek most a nyoma sem volt. Aha. Hanem az az igazság, hogy... Robi, ezt minek tulajdonítod? Figyelj, ez... Állítsunk föl nem verziókat, tudom, azt, mint a Prigozsírra. Nem, azt érzem, hogy ez az... Hát ha ez egy erős identitás lenne, akkor ellen kéne mondania annak... vagyis hát én, hogy mondjam, én ennek az identitásnak a nagyon kemény, hogy mondjam, tagadója vagyok. Tagadója és leleplezője. És ez nem zavarja meg őket abban, hogy odajöjjenek, és azt mondják, hogy így meg úgy, Puzsér úr, milyen. Fura. Egyetlen pödör bajszú Székely bácsi nem ment oda, hogy beverje a fejedet. Nem jött oda. Nem volt ez a kurucos dac, ez az indulat, amit az Orbán Viktor megjelenít, ennek ott valamilyen módon ki kellett volna sülnie. És nem. Nem történt semmi ilyesmi. Bajer Zsolttal nem találkoztál? Nem, különös. De én minden alkalommal elmondom, hogy Bajer Zsolttal szeretnék vitatkozni, de hát Bajer Zsolttal nem lehet csak úgy vitatkozni. Nekem egyszer sikerült. Arról nem készülhetett sem kép, sem hangfelvétel, hanem az első sorban valaki fölvette a telefonjával, és az van kint. Na, apu is volt ilyen. Ez a kaputelefonos apu. Na, igen. Ja, figyelj! Robi, román nacionalistákat láttál? Nem.
És medvét sem láttam. Pedig azt mondták, hogy medvét biztosan fogok látni, de nem láttam medvét sem. De állítólag minden, hát, aki végig ott van egy fesztiválon, az mind lát medvét. Azt mondják, nem láttam medvét. Nem láttam medvét. Jó, akkor figyelj, akkor medvét. De lehet, hogy amikor a medvék kint járnak, én alszom. Na, mindjárt megyünk a komolyabb témáinkra, de hát azért a bulvárral kezdjük, mint régen, a szép időkben. Szóval, te figyelj, Szárszóra szerinted meghívnának, ha az a rezsim lenne? Soha. Miért? Azért, picit mert ez komoly téma, azért, kicsit analizáljuk elmondom, a kettő elmondom, közti elmondom, különbséget. Elmondom, azért, mert én az, ők úgy... Ja, nem tudják, ki az a szár, mi az a szárszó. De hogy nem tudják. Mert évek óta nincs. Ki tudja, mi az, hogy szárszó? Már nem a helység, ahol mit tudom én, József Attila meghalt. Sokan nem tudják. Azzal szemben lett köccse. Szárszó... ennek a liberális közegnek valójában a Farkasházi Teddy bácsinak a nyaralója volt, és hát ott gyűlt össze ez a liberális szuperelit. Vágó István. Azért figyelj, György Péter beszélgetette a bankárokkal egy sarokba. Igen. A liberális a szalon. Tehát ez az abszolút na, szalon. Igen. Na, és oda nem hívtak volna meg, mert ők úgy értelmezték, hogy én az ő kurzusuk árulója vagyok. Míg a Fidesz nem így érzi. Én Amonnak a kurzusnak az árulója vagyok, és ilyen értelemben ők a Vona Gábort nem hívják meg oda soha, hidd el. Már a NER. A Dusán. Aha. Nem. Mert annak a kurzusnak az árulóit nem hívják meg. Nem hívják meg. Hát, ez se egyértelmű már. Ez se egyértelmű. Én máshogy látom, mint ez amit te most elmondtál. Már. Nekem más a teóriám. Meg lehet. Már de fejezd be a mondatot. Nem tudom, de mikor volt ilyen uralmuk? Már a izé. Szárszónak. Ilyen. Hát azért... Ilyen. Robi, volt, 90-es években az egész sajtó a ballib. Értelmiség, fennhatóság alatt volt. Igen, de a jobboldali sajtó az izé volt teljesen marginális. De nem volt ilyen módon egy személyi vezetése. Hát nézd, a liberálisok azok nem szeretik a Führer principelvet. Na most megdupláztam az elv, a Führer principet. De attól még azért ez egy nagyon domináns időszak volt. És nekem az a véleményem, figyelj, hogy... az egy olyan elitizmus volt akkor. Ennek nyögjük egyébként, jó, nem csak ennek, van ennek vagy öt különböző tényezője, de az egyik tényező az, hogy ennek nyögjük ám a izéjét. Tudod? Szárszó. Emlékszel a Parakovácssal a Nosztalgia műsorba? Tudod, a Gang Nosztalgia műsorában ott vitatkoztál velük, és már ott az volt, hogy ezt a marhaságot, amikor te egy fél mondatra csak annyit mondtál, hogy ez ennek is köszönhető, és nem is a Gyurcsányt mondtad, hanem a balliberális elitizmust. Tudod, a művészetek, a izék, ahogy ott egymás faszát szopták, nem így mondtad, de ez volt a lényege, és akkor stb. És hogy itt is ez van, nyilván egymás faszát szopják, csak tudod, ide kurva sok ember befér, oda meg nem fért be. Mert nem hoztad volna azt a színvonalat. Te egy párvenű vagy félművelt, tahó, ilyen proli, vágod. Szárszó az háttérhatalom volt. Köccse. Ja, értem. Köccse, meg Tusnádfürdő, az meg előtérhatalom plusz háttérhatalom. Mind a kettő, minden. Mi a faszom az előtérhatalom? Hát az előtérhatalom az, amit tudod, látok? Amit a pofádba állítanak, a közvetlen ember. A látvány, a spektákulum? Hát az előtérhatalom nem a spektákulum, az előtérhatalom az a hivatalos uralom fölötted. A háttérhatalom az meg a nem hivatalos uralom fölötted. Az informális uralom fölötted. Az előtérhatalom, igen, itt van egy erős államiság, és van egy erős mély államiság. Egyaránt. A NER az ez. A része a működésüknek a szemünk előtt zajlik, a másik része az összefonódása a gazdasági világgal, azt ki kell oknyomozni. Te is még csak a sajtóról beszélgettetek.
Csak a sajtóról beszéltünk, mert erre voltam meghívva, és erre is azért, mert amikor fölhívtak, akkor a jövőről, meg az információs társadalomról, meg a virtualizációról, meg a közösségi média hatásairól akartak velem beszélgetni. Én megmondtam, hogy hát azért nem megyek le Tusnádfürdőre, hogy erről beszélgessünk. De miért? Mert akkor, az is egy mert, hát azért, mert az, tudod... Hogy semleges téma? Hát, hogy mondjam, azzal nem tudtam volna beszedni az árát annak, hogy oda megyek. Ha hogy nem mondjam, úgy jártál volna, nem volna, mint azok a centrista barátaink, aha, hogy abba egyetértettél volna. Hogy más példát nem mondjam. Én nem mondtam neveket. Hát ő ott lépett föl. Ugyanott. Veled? Előttem, nem velem. Aha, nem és tudom. Ő miről beszélt? Nem tudom, nem ja. tudom. Én persze, mert csak a Bayern-t máshol voltam, nem ott voltam akkor. Igen. Már szó nem fizikai értelmében gondolom. Mond András is fellépett ott. Értem. Világos, hát most érted. Én nekem nem hiányzott az, hogy lemenjek Tusnádfürdőre. No. Nem akarok lemenni Tusnádfürdőre, hogy legitimáljam azt, ami itt ebben az országban zajlik. Értem. De ezzel kezdtük. De van az a pénz, amiért lemegyek, és ez most pont nem az anyagiakra vonatkozik, hanem erre a fizetőeszközre, tudod? De Tusnádfürdőn... Nyilvánosság. Figyelj, Tusnádfürdőn szex, drog, rock'n'roll nincs. Nagyon remélem. Nem olyan típusú. Nagyon remélem, hogy meg fogom kapni a teljes felvételt. Benne van a szerződésben. Aha. Figyelj, olvasom, figyelj, Tusványosról egy Magyar Nemzet cikk. Orbáni lecke a nyugatnak. A stílusom miatt olvasom, nem az egészet. Igazából szerintem csak ilyen részleteket, mert a tartalma, tehát hogy mondjam, a tartalma az érdektelen, mert úgyis tudjuk, stb. Stílus. Orbán Viktor miniszterelnök tusványosi beszéde, mint mindig, most is átfogó képet rajzolt a világról, Európáról és Magyarországról. Ezt szinte már jó értelemben megszoktuk tőle, ám abszolút ne vegyük természetesnek, hogy olyan miniszterelnökünk van, aki évente akár kétszer-háromszor is képes arra, hogy nem pusztán politikai, hanem politológiai, társadalomtudományi igényességű beszédet és egyben elemzést tartson egy órában. Ez nagy érték, amire büszke lehet minden magyar állampolgár. Persze, tudom, még nem mondta meg a párt bizalmi, hogy mikor lehet tapsolni, és ha tapsoltok, akkor felállva tegyétek. Na, folytatnám. Persze tudom, hogy az ország egyik fele rá se hederít erre, vagy inkább irritálja Orbán Viktor minden mondata, de velük ne foglalkozzunk. Örüljünk annak, hogy olyan miniszterelnöke van az országnak immáron 13. éve, akinek a beszédére szinte a világ minden részén odafigyelnek, elemzik, értékelik, és persze a liberális fősodor ott köt bele, ahol csak tud. Vajon hány ország mondhatja el magáról ugyanezt? A nagy hatalmakat leszámítva alig-alig találunk ilyen országot. Orbán Viktor beszéde ezúttal is átfogó képet adott a korszakról, melyben élünk. Azért vágott, hogy még semmi konkrétum, csak dicsimnusz. Ami számomra igazán fontos értéke volt az egyórás értékelésnek, azt úgy fogalmazhatnám meg, hogy egyfajta realista lényeglátás jellemezte mind a világ, mind Európa, mind pedig hazánk helyzetének megítélésében. Várjál, még mondok pár izét. Rendkívül dicséretes dolognak tartom Orbán Viktor részéről, hogy egyetlen pillanatig sem akarta hallgatóságát valamiféle szokványos politikusi optimizmussal, vagy inkább hiú ábrándkergetéssel megnyugtatni, hanem realista lényeglátónak bizonyult, világosan kimondta, hogy most vagyunk a legveszélyesebb pillanatban, ugyanis az eddig vezető nagyhatalom úgy látja, jogosan, hogy az elsőről a második helyre szorulhatod, az USA most kiesik. És teljesen igaza van Orbán Viktornak abban,
Hogy az USA sajátos helyet jelölt ki magának a világon, ez pedig az első hely, az aranyérem, ők a világ urai is. Ez a meggyőződés hajtja át az amerikai szellemiséget. Fontos volt az a hivatkozás, amely arról szólt, hogy amikor a világtörténelemben nagy hatalom, vagyis, most nem olvasom végig, mert ugye itt nem a tartalom a lényeg, vagyis Orbán realista lényeglátás alapján nem engedhette meg, hogy ne legyen őszinte a nyilvánosság előtt, és nem titkolta, szembe kell néznünk azzal, hogy kitörhet a harmadik világháború. Állva, kérem, álljanak fel! Ja, persze, ilyenkor rohadt lusta disznók, csak a balhézás, mi? Csak a balhézás. Ugyanez a realista, kurva hosszú ám, bazd meg. Ugyanez a realista lényeglátás jellemezte Orbánt az unió helyzetének megítélésében is, amikor elmondta, hogy az uniót szorongás gyötri, és bekerítve érzi saját magát. Ugyanakkor ebben a saját gyengesége, erőtlensége a felelős, és az a tény, hogy képtelen saját szuverenitását kivívni, mert ugye az amerikai imperiumistak bábja. Orbán világosan kifejtette azzal, hogy Oroszországot leválasztják az európai gazdasági kapcsolatokról, az unió elveszíti versenyképességét a világgazdaságban. Kihagyhatatlan. Orbán itt is realista álláspontra helyezkedett, amikor világossá tett, hogy a britek kiválása, vagyis a Brexit sabalaba, Lengyelország, blablabla. Orbán arról is nyíltan beszélt, hogy a csehek már lényegében átálltak a liberális föderalisták oldalára, és Szlovákia ingadozik. A következő választáson a szociáldemokrata Fico ismét, Fico ismét hatalomra kerülne. Orbán annyiban bizakodó, hogy Olaszországban jobboldali kormány került hatalomra, és talán megtörténik Spanyolországban. Közös kultúránk, világkép, ahogy mi élni akarunk, kifejtette azt is, geci hosszú bazd meg, de valami. A vége az nagyon szép. Vagyis engedményekről lehet szó a kevésbé fontos ügyekben, de a lényegi kérdésekben történelmi szemléletet kell alkalmaznunk. Én hozzátenném, itt nem értem, én azért odaírtam van a helyébe történelmi szemléletet, ahogy ezt Orbán Viktor világosan és egyértelműen kijelölte népünk és országunk számára. Harcolnunk kell, ez az egyetlen megoldás, és ebben teljesen igaza van a miniszterelnöknek. Zárul a cikk. Bazd meg, nem emlékszem a Kádár korszakból ilyen, tudod mikori ez a, de a Horthy korszakban se, ez bazd meg, ez 50-es évek. Udvari költészet level 100. Teljesen, nem mondom az alkotó nevét. Mondd már meg az alkotó nevét, hát ne, a csattanót. Egy nagyon neves és kiváló politológus, Fritz Tamás. Wow. Ezért rendszeresen ír a Magyar Nemzetbe ilyen, wow, ilyen jellegű dolgokat. Na, Robi, figyelj, tehát itt a tusványosi beszéd, nem te írtad ezt a cikket? Már hogy kicikizd a nert és ilyen... Nem tudtam. Mert ez paródia. Nem tudtam volna ilyet írni. Ez paródia... Még ha az írója nem is annak szánta, szóval. Igen. Hát kurvára paródia. De figyelj, az meg a te szemüvegeddel olvastam véletlenül. Most veszem, én meg kerestem azért a szemüvegemet, elkönyveltem, hogy elhagytam a szemüvegemet. De azért ez ellopta, ilyen, és azzal olvast. De ezért volt ilyen dzsúvás, homályos, bazd meg, és a zsebkendőmmel ezért kellett itt törölgetnem, hát beszarok. Na, visszatérve, figyelj a komolyabb témára. De hát nálunk már minden közös, szóval, na, igen. Én vagyok, látta valaki az Élősködők című filmet, a dél-koreait? Na, így majd beköltözök a Puzsérhoz, és ott... Na, figyelj! És szóval, na, egy picit erről a cikkről mit szólsz? Már most oké, okay, hogy ez, vicces, meg aranyos, ez, meg... Szerintem a, mélyen látó, ez, igaz? Ez a... Aki itt máshogy lát, azt... Már jelentjük is. De ez kurvára ez a hangulat, bazzek, tehát nagyon durva. Ez a Rákosi korszak. Teljesen. Ez a Rákosi emlékszem, korszak. Amikor behoztam régi eredeti három darab 1950-ből származó szabad népet tavaly. Ott vannak ilyen. De várj, a szófűzérek, tudod, szóhasználat. Ez a
nem szabad belenyúlni, nem szabad túlzottan optimistának sem lennünk, hanem realistának, és jól mondta Rákosi Mátyás elvtárs, hogy nem szabad belenyugodnunk, és kényelmesen hátradőlnünk, mert még sok küzdelem van előttünk, de ő jól megmondta, és tudod, és kurvára ez a stílus, de valami gecire. Én a kádárkori sajtót is, nem csak azért, mert még éltem ott több mint 20 évet, de sajtókutatásokban is részt vettem, tehát elég jól ismerem a kádárkori sajtót. Hát meg kell mondjam, hogy biztos voltak ott is ilyen vezércikkek, de nem ez volt a jellemző. Ez az 1956 előtti, vagy még inkább 53 előtti sajtóra izé volt jellemző. Tudod, mi jut eszembe erről a Fritz Tamás cikkről? Na. Hogy arra csak most jöttem rá, hogy lent voltam, hogy ez a bálványos, ez egy beteljesült jóslat. Bálványos? Aha. Mert hogy Tusnád ott volt a Szabad Egyetem bálványoson. És így lett Tusványos. És így lett az egész kurzus bálványos. Ez a beteljesült jóslat. Bálványos. Amúgy a bálványimádás? Ja, értem, hát hogy átmentünk a misztikába. Fritz Tamás. Ja. A bálványos. A bálványos. Nagyon kemény. Kemény, bassz. Beteljesült a jóslat. Kurva jó. Hát szörnyű. Na mindegy. Na azért nem igazi Rákosi kor... Tehát tudod, hol él a Rákosi korszak ma? Tehát ilyen embereknek a stílusába. Mert téged is meghívtak, szerettek, de... jól tartottak. Most az irigység beszél belőle. Nem, ilyen... Ettél, ittál, jól mulattál, bazd meg. Magyarok közt, rá, ez az. Na ez az. És nekem nem hoztál a tortából ilyen kis izzét, érted? Pedig elvártam mindig volna. Becsomagoltál volna, hogy a lagzikba szokták. És akkor hazaviszem, tudod? Lófaszt. Ráadásul a szülinapon volt, rosszul szocializált barátom. Szóval. Na, mindegy. Amit elfelejtettünk a múltkor, Tusnádok, és ami fontos, nem, amit mond, a múltkor elfelejtettünk, Márai és Hambas kapcsán. Ja, persze. A közös gyökerek. Kulturális gyökerek. Igen. Márai és Hamvas egyaránt felvidéki. Ugye Márai az kassai, Hamvas pedig eperjesi. A felvidék, és ők azok, tudod, akik 0%-ig kompromitálódtak az államszocialista rezsimmel. Meg bármely rezsimmel. Vagy bármely rezsimmel, de valójában bármely rezsimmel. Ez valójában. Fontos, mert úgy voltak, akik ezzel, vagy azzal. Igen. Ők intaktak maradtak. Amik Márai jó barátja és csodált mentor a Kosztolányi, kiért Márai rajongott. Azért az a Horthy Kosztolányi rendszer. De a proletár diktatúra idején a Kosztolányi azért megkísértődött. Az más. Egyébként úgy tudom, Márai is részt vett valami ilyesmibe. Tehát az, hogy jön egy messianisztikus, még Szabó Dezső is, csak aztán ő már hamar átlett, hogy hát ez nem az ő világa, és megpucolt a szemvidékre. Tehát figyelj, azért a tanácsköztársaságot ma úgy állítják be, hogy patkányforradalom, itt ilyen kávéházi zsidók itt összeesküdtek, és akkor terrorrezsimet vezettek be, hát kurvára nem. Van egy ilyen aspektusa is, igen, de alapvetően azért volt egy kurva nagy társadalmi probléma, kettészakadás, szegénység, a vidéki parasztság helyzete, nem volt általános titkos választójog, első világháború, veszteség, kurva sok minden, földéség, nyomor, ami kiszolgáltatottság, botbüntetés, ilyenek, érted? Tehát ez mind előjött akkor. És Babics is, és Kosztolányi szerintem ők elég polgáriak voltak, ők nem voltak kommunisták, tehát aki a tanácsköztársaságban akkor a kulturális életben így vagy úgy részt vállalt, abból csak kevés volt olyan, mint a Kassák, aki balos volt tényleg, de az is egy ilyen alterbalos mai szóval. Különítményekkel való összevetésben? Most, Fehér terror versus vörös terror?
Na most mi van ezzel? Hát mondod, hogy magyarázod, vagy relativizálod a 133 nap eseményeit. Na igen, és a fehér terrorral mi a helyzet? Azzal való összevetésben hogy áll a mérleg? A fehér terror alatt egyrészt hosszabb ideig tartott, és több ember esett áldozatul neki. Persze ez nem patika mérleg, nyilvánvaló, de nem tudom, hogy a fehér terror alatt volt-e kulturális, valamiféle kulturális forradalom. A Tormai Cecil neve jut egyedül az eszembe, de én nem tudok arról, hogy 1919 végétől 1921-ig, mert 20-21 volt ez az időszak, aztán Bethlen konszolidálta azt az egészet, és így alakult ki a klasszikus Horthy rendszer. Tehát nem tudok arról, hogy volt-e valamiféle kulturális reform, akár nemzeti szempontból, akár ilyen hortista módon. Tudod, nem tudok róla. A tanácsköztársaság meg több arcú volt. Egyrészt ott volt a különítmény, a Lenin fiúk, a halálvonat, meg akasztották a parasztokat, meg mit tudom én, ilyesmi. Ugyanakkor azért a vörös hadsereg mégiscsak védte be az meg a határokat. Azért valljuk be. És egy csomó vörös katona miközben, mellesleg miközben, később Horthy, a hortista seregbe is átment ám. Miközben Horthy Miklós a románokkal szövetkezett. Hát kvázi, aha, így van. A közben van. Ők védték a felvidéket. Erre most megint rohadt büdös kommunista zsidók vagyunk a kommentmezőbe, de egyébként tényleg így van, a románok, a román szövetkezett így túlzás, hogy de kvázi, de facto, gyakorlatilag. Így van, bizony. Na most, figyelj, aztán a tanácsköztársaság az egyik oldala tényleg ez, a kávéházi Konrádoknak ilyen puccszerű forradalma, érted? És aztán egy ilyen terrorisztikus kommunista rezsim, amit nem szeretünk, hát én aztán pláne nem, már akkor szittam, amikor az országban még kötelező volt ünnepelni, bazd meg, március 21-ét, ellenben a gyerekek nyaraltatása Balatonon, vagy ez, amit mondtam, tudod, ez a kulturális. Amiben Babics, Kosztolanyi és bizony Mára is részt vett. És ez, Robi, nem kompromittálódás, hogy pár hétig valaki valami kulturális mozgalomban, amit progresszívnek tart, részt vesz, és ő fiatalon. De azért kompromitálódás, hány éves mert volt a következő akkor? Évtizedekben kompenzálniuk kellett ezért. Te gondolod, hogy a Mára itt komolyan, ő akkor Kosztolányinak, is, akkor Kosztolányi, is azt tudom, hogy a Kosztolányinak távol kellett tartania magát utána a politikától. Sőt, finoman kiszolgálta a Horthy rendszert, emiatt lelkiismeret furdalása is volt, és van neki az a verse, az a van már kenyerem, borom, vagy mi a fasz, egyik nem egy jó vers, de az egy ilyen kvázi konfesszió, bűnvallomás, ahol őt bizony zaklatja, hogy azt a belülről, hogy a Horthy rendszert ő kvázi kiszolgálja, pedig hát bazd meg nem szolgálta ki, hát a Nyugat, az nem egy hortista folyóirat volt, a Napkelet az volt, az szembe a Nyugat, de Nyugat nem volt az, érted? Ezek polgári figurák voltak a tanácsköztársaság alatt is. Csak progresszív polgári figurák, nem kompromittálták magukat Samueli Tibor oldalán. És nem csak azért, mert nem volt véres a kezük, se véres nem volt, se enyves, se semmilyen. Ők egy teljesen más szférában csináltak jó dolgokat. Ennyi. És valószínű, hogyha győz a tanácsköztársaság, elsőként teszik őket lapátra. Fogadjunk? Nyilván. Tehát a Felvidékről volt szó, ahol ahonnan a Mára is, Eperjes meg ahonnan a Hamvas Béla is származik. És ők ennek a polgárságnak, ennek a nagyon-nagyon magasan kulturált polgárságnak az elvesztése okozta a mai Magyarországot. Ami Budapesten koncentrálódik nagyon nagy erővel a polgárság, és nincsen olyan régió, ahol annyira, hát annyira erős polgárság volt a Felvidéken, hogy egy ország kilépett belőle. Ugye ez Szlovákia? Hát azt azért nagyon polgárinak nem mondanám. Hát nem, de a nyugati része az meg tudta szervezni magát, mint országot, és vonszolja magával a keleti részét. Nagyon-nagyon fura egyébként ez az egész Felvidék dolog, mert Szlovákia
Tehát a szlovák értelmiségnek vagy a 90%-a első generációs értelmiségi volt. A Görgei Gábor, annak a Görgei családnak a leszármazottja, onnan az Arturi származott, egy ilyen már-már főnemesi besorolású, de köznemesi családról van szó. Régi felvidéki család, aki ismeri a Fekete Várost Mikszáth Kálmántól, apropó Mikszáth Kálmán is, bár Nógrád megye, kulturálisan a felvidékhez kötődik, Rákóczi Ferenc is a felvidékhez kötődik, és Madách Imre is. Azért ez az egyik legnagyobb zseni. Figyelj, és ha jól tudom, de most basszus, Csontvári is. Ebben nem vagyok biztos. De úgy emlékszem. Na most, már így családilag, származásilag. A kurva érdekes ez a felvidék, ezt akartam mondani, mert ennek az az oka, hogy ott volt egy polgárság. Ja, Görgei Gábor. Na, és ő leírja azt, hogy van egy ilyen könyv, hogy volt egyszer egy felvidék, tudod? És hogy azért a szlovák az nagyrészt a parasztot jelentette, meg a cselédet, meg ilyesmit, tudod? És egy első generációs értelmiség volt ott. Meg tudod, mi volt a felvidék, amiben nagyon hát más volt? A királyi Magyarország. Sosem volt hódoltság. Hát a határterületek ide-oda tolódgattak. Sosem volt hódoltság. Egyszer talán Miskolcig elment a török, de azért Miskolc sose volt a birodalom rész. Mezőkövesden volt a török birodalomnak a határköve, tudom. De tudod, nem csak, hogy hódoltság nem volt, hanem ilyen portával szövetséges állam sem volt. Amilyen Erdély volt. Tehát az sem volt, érted? Hanem valójában, ami mindig is a birodalomhoz tartozott. Ez Magyarországnak a Habsburg birodalomhoz tartozó része. Figyelj, egy ilyen nagy kifli alakú valami, Horvátországnak a nyugati sávja, nem az egész Horvátország, a Dunántúlnak a Balatontól nyugatra eső része, de az meg állandó hadjáratoknak volt kitéve. És az úgynevezett felvidék, az ott is voltak hadjáratok, mert itt Bethlen Gábor is végigment ott, meg Bocska is korábban, de alapvetően mégis a többihez képest egy békésebb valami volt, és volt polgárság. Beszterczebánya, Selmezbánya, egyébként a száz városok, tehát ott volt egy német polgárság, ami később aztán a monarchia alatt már megszűnt, az nem a szlovakizáció révén szűnt meg, hanem a nagy részük már előtte elmagyarosodott. Kurva sokan Budapestre költöztek már a monarchia alatt, onnan a felvidékről. És valahogy egyébként tényleg Máraiba meg Hanvasba ez egy szépen lecsapódik. Mondok egy érdekességet. Amikor vissza a töröktől, aztán átadom a szót, meg Máraitól majd egy kis részletet akarok olvasni, amikor a töröktől visszafoglalták az ország nagy részét, figyelsz, 18. század, utána levő évtizedek, 18. század. A felvidéken már szűntek meg a céhek, és alakult ki a manufaktúra, meg ez a akkori értelembe vett idézőjelben iparosodás. Erdélybe virágoztak a céhek. Az Alföldön alakultak. Mert a török lefagyasztotta azt a fejlődést. Na, ennyit számít. Ahogy az egész Balkánon a török, ami kedves török testvér. Igen, igen. Lefagyasztotta, mint a szart. Most aztán volt a török megszállásnak egy másik aspektusa, jelesül a magyarság egy jó része elfogyott ott délfele, de hát ez mindegy. Na, mit akartál mondani? Márait akartam, a polgár. Hát, hogy ennyit számít a hódoltság. Ennyit számít Magyarország történelmében az a 150 év. Hát, jó. Igen. És máig amit a felvidék megspórolt. Na, így vall magáról Márai. Ezt miért írja? Azt mondja, polgár voltam, zárójel, ha karikatúra is. Már saját magát sem tartotta annak a eszmény tiszta hordozójának. Ma is az vagyok, öregen, idegen hazában. Ugye ez már emigráció. Polgárnak lenni soha nem volt számomra osztályhelyzet. Mindig azt hittem, hivatás ez. A polgár számomra a legjobb emberi tünemény volt, akit a korszerű nyugati műveltség alkotott.
mert a polgár alkotta meg a korszerű nyugati műveltséget. Amikor egy előregedett társadalmi hierarchia megsemmisült, egy megbillent, tótágas táló világrenden belül a polgár teremtett egyensúlyt. Az emberi fajzat társadalmi értelemben nem tud pátosz nélkül élni. Ha elveszik tőle a nemzet és a faj pátoszát, adni kell osztálypátoszt vagy valami mást. Nem bírják ilyesmi nélkül. Lenin nem hitt a proletár osztályöntudatban, ez egy jó gondolat, tudta, hogy a proletár nem osztályöntudatos, bizony a proli nem osztály, a proli nem szeret prolinak lenni. Érted? Ezért be kellett helyettesíteni a párt mítoszával a proletárság hiányzó osztály mítoszát. De ez a párt nem volt osztályöntudatos proletárok rohamcsapata, plebejusi tömörülés volt, amely meghirdette, hogy a kuponvágó, a javakat és termelési eszközöket kisajátító polgárságnak vége, és ez igaz is volt, de nem beszélt arról, hogy a városépítő, műveltségalkotó, Európaépítő polgárságnak új szerepe van, felemelni az alaktalan tömegeket a polgári életforma térfogatába, mert ez történt mindenütt nyugaton. A magyar nyomtatványokban, amelyeket abban az időben sajtónak neveztek, már elhangzottak a torokköszörülések a polgárság új haladó szerepéről. A kommunisták tudták, hogy értelmiség nélkül tehetetlenek, és ezért cincogni kezdették a mandolinos virágéneket, a reakciós, szerepét vesztett polgárság nyomába most végre igazi szerephez jutott haladó liberális polgárságról. A rossz ízű pesti vicc élt a gyanúperrel, hogy ezek a trubadúrok saját tehetetlenségüket akarják pótolni, amikor csalogatják a polgárt a pártba, és kinyilatkoztatják, hogy nem csak az lehet bakteriológus, akinek bakter volt az öregapja. Voltak értelmiségiek, akik gyanították, hogy a polgárnak most nem trubadúrokra lenne szüksége, hanem szavonarólákra, akik felrázzák alélt rémületéből. De ilyen polgári szavonaróla nem volt sehol. Ezzel az osztállyal, a polgársággal örökké perem volt. Én, a felvidéki polgári ivadék, soha nem éreztem otthon magam abban a budai polgári lakásban és szerepkörben, ami most a romok között enyészett. Vajon miért nem? Pedig Budán is volt polgárság. Kassabb, mint provincia volt? Nem. Azt egyébként tudod, hogy amikor Horthy, amikor visszatért a felvidéknek a déli, javarészt magyar rakta része. 1938-ban, és innen ment oda egy halomhortista hivatalnok meg katona, akkor a kassaiak meg ezek elborzadtak azon a barbárságon, meg feudalizmuson, hogy oda mennek ott érted intézkedni, pofázni, visszahozzák a izét, a vármegyét, a faszom, hogy pedig ők se szerették a cseh uralmat, hát magyarok voltak, és magyar érzelműek, érted? És ők szívták meg a hortista izékelyet, azért milyen szívás ez már, vágod? Betörtek a barbárok a hódoltság területéről. Milyen, hogy szereted ezt a, izét, ezt a török metaforát? De hát, ilyen érzés lehetett. Hát igen. Ja. Pedig hát magyar és a magyar. Hát már csak magyar... hát a kétféle történelmi fejlődés. És már, de ők kevesebben voltak, a polgárok jóval, tudod. Na, egyébként figyelj, Hanvasnál viszont a polgár az egy szitok szó. Mert ő nem ezt érti alatta, mint a Márai. A Hanvasnál szitok szó. Mindegy, az a polgári, az elpolgáriasult, az nála az anyagias, a pénz éhes. Ő a burzsóát érti alatta. A Márai meg a szitó. A Hanvas univerzálisabban orientált, mint a Márai. A Márai ennek ebben a polgári étoszban gyökerezik. A Hanvas meg ebben a szférikus mítoszban. Igen, így van, és ahhoz minősíti, de ugyanakkor nem a citoyen érti Hanvas a polgár alatt, hanem a burzsát, amit... A Hanvas az a normálisat, a normalitást, a harangörbének a közepét, azt isteníti, azt dicsőíti, és a Vörös Sándor ebben a követője. Nézzük meg a nagy kilengések közti nagy számosságot.
Mert ez a normalitás. Bármilyen, ennek azért van egy jelentése. Én értem, hogy most ennek politikai konnotációja van, és azt jelenti, hogy valaki nem buzi, de most ettől vonatkoztassunk el, hogy ez létezi, létező fogalom, hogy valami normális, az azt jelenti, hogy nem a, tudod, valamibennek felgyűlik a számossága, és akkor van a nagyon kevés, meg a nagyon sok, abból egyre kevesebb van. Érted? És ahol elkezd fogyni, az a széle. Az a nem normális. De most hagyjuk az értékítéletet. Ez csak egy megállapítás, ez teljesen, hogy mondjam, konnotációmentes. A normális az a haranggörbének a közepe, a nagy számosság. És azt mondta a Hanvas, hogy azt kell venni alapul, és azt kell megcélozni. Nem a csúcsokat, hanem ezt a hétköznapit, az egyszerűt. Világos, értem. Még olvasok egy kicsit Máraitól, egy másik. Egy délután, 1946 tavaszán lehetett, az egykor Andrássy út elnevezésű sugárúton mentem, amikor megláttam a hírhet 60-as számjelzésű ház egyik erkélyén az államvédelmi rendőrségnek nevezett különítmény frissibe beöltöztetett egyenruhás legényét. Jól végzett napi munka után, vagy közben lehettek, mert csípőretett kézzel vigyorogváltak az erkélyen, és röhögve nézték a gondterhesen fáradtan vonuló népet a járdán. Úgy álltak magabiztosan, fölényesen, mint akik tudják, hogy minden hatalom az övék. Az utcai járókelők bármelyikét fügyszóval berendelhetik a förtelmes hírű épületbe, ahol a kínzó kamrákban azt művelik az emberekkel, amit akarnak, senki nem kéri rajtuk számon egyelőre a kegyetlenségeket. Az arcok is megdöbbentően ismerősök voltak. Ugyanazok az arcok ugyanazon az erkélyen, mint esztendő előtt, amikor a nyilasok tanyáztak itt, csak a nevek változtak. Szappanos testvér átöltözött és dögei elvtárs, hogy valaki hasonló lett belőle. Röhögtek, teli szájjal, csípőretett kézzel, fölényesen. Amit emberi kegyetlenség kitalálhat, mind megvalósult ebben az épületben, a pincékben, az emeleti vallatószobákban, melyek ablakait rács védte. Itt vallattak és gyilkoltak a nyilasok. Ide vonult be most a Schneidigan szabott egyenruhájába az ávós. Itt szervezték a terrort, mint az egyetlen lehetőséget, ami módot nyújt addig, ameddig, hogy egy ember ellenes merényletet a kommunizmusnak nevezett, szocializmusnak álcázott, mert ő még ezt a fogalmat pozitív módon értette, erőszakos csalást, erőszakkal és csalással rákényszerítsék az emberekre. A terror újra megjelent a városban, mint a lidérsz nyomásos álmokban a szörnyalakok. És mintha váratlanul bűzös, életveszélyes gázzal telt volna meg a levegő, az élet. Mit lehetett remélni, ha ezek az alakok megint egyszer egyenruhásan odaállhattak a kínok házának erkélyére? A piromániásból nem lehet tűzoltót nevelni, a tolvajból hiába csinálnak rendőrt, a gyilkost hasztalanul képzik át mészárosnak vagy sebésznek. A tapasztalat arra tanított, hogy minden pedagógia reménytelen, hiába kendőzik az ember természetes hajlamait, például a kegyetlenséget. A gyilkos hajlamú ember megmarad gyilkosnak akkor is, ha politikai formaruhát ölt. Ezek az egyenruhás szakemberek az Andrássy út 60 elnevezésű sintértelep erkélyéről lenéztek a járókelőkre, és elégedetten vigyorogtak, mert megkapták a legnagyobb elégtételt, amiről ez a fajta ember álmodhat. A jogot, hogy kegyetlenek legyenek, és megnyugtatást, hogy nem felelősek az irtózatért, hiszen a nép érdekében csinálják, amit csinálnak. Ők voltak a valóság, a rendszer támasza és oszlopa. Akadt magyar költő, aki ékesen zengő versben biztatta őket, hogy teljesítsék kötelességüket. Talán erre gondolt De Quincy. Az ember kénytelen részvétet érezni egy embertársa iránt, aki emberi mi voltában annyira elrothadt, hogy ilyen szerepre vállalkozik. Ki volt, mifajta ember volt, aki most fölhúzta az egyenruhát? A szadista proli. Nem proletár, nem a megalázottak, a kisemmizettek osztályosa, hanem a peremlény, a proli. Éles különbséget tesz Mária kettő között. Egyenruhát húzott és megmarkolta a bikacsököt,
És ez a tünemény legalább annyira volt kísérteties regény alak, mint félelmes valóság. Ez a fajta ember, aki nem érez, nem tűnődik, nem vívódik, rendkívüli helyzetekben is szakszerű közömbösséggel végzi mesterségét, mint a hóhér, aki aggályos tárgyilagossággal igazítja a halálra ítélt nyaka körül a kötelet. Az ávós a sintértelep erkélyén, ő volt az egyenruhás proli. Nem illett rá más szociográfiai megjelölés. Nincs silányabb, megalázóbb ellenfél, mint a proli. A bandita, aki öntevékenyen valósít meg gaztetteket, legalább személyesen vállalja a felelősséget. A proli soha. Csak akkor jelenik meg a történelmi színen, ha felelőtlenül felsőbb biztatásra működhet. Ilyenkor felhúzza a parádés egyenruhát, megnyalja szája szélét, feltűri a zubbony ujját, és elégedetten, tempósan kezd munkába. Így jelent meg esztendő előtt ennek a háznak erkélyén Zöldingben. Így állott most ugyanazon az erkélyen, vadonatúj, csukaszürke formaruhában. Elégedetten és magabiztosan nézett le a tömegre, mint a szakember, aki végre egyéniségének és képességeinek megfelelő munkához jutott, és elmondhatja, Isten áldja meg a tisztes ipart. Na most ez szerintem valami kurva jó analízis, nem? És ahogy van egyenruhás proli, úgy van pénzes proli, tudod te, nem a proletár, nem ahogy munkás, a kizsigerelt, megalázott, nem is a szakember már a gyárba, vagy a mit tudom én hol, érted? Nem a szakmunkás. Hanem a hogy te pribék, te így szoktad, igen. A pribék. Igen. És ez minden rezsimben megjelenik. Igen. És egy rezsimnek a mértéke szerintem az, hogy ahol minél tágabb teret kap ez az embertípus, az a rezsim annál szarabb és bűnösebb, és minél kevesebb tere van ennek, annál jobb, még ha másba esetleg szar is. És ez a típusú ember, ez folyamatosan jelen van. Hát persze, hát ez egy típus, hát egyébként arra típus, tényleg Jungnál ez, nem tudom, Jungi erről nem írt, hiányzik a Jungi archetípusok közül. Na mindegy. Látom, nagyon mélyen érintett ez, a téma. Ez iszonyatos, és valójában ez a... Valahogy azt érzem, hogy ez a peremlény, ez ma is ott van a kommentmezőkben, és valahogy őt vártam, hogy elém áll. Annak idején... Vagy... Őt vártam, hogy elém áll Tusnád fürdőn. De nem állt eléd. Nem. Őt vártam, hogy akkor... Nem, barátságos nem, emberek sőt, vettek nem, és a, tudod, a Quimby-nek a koncertjén kint volt a dobon az Indezit logó, tudod, ennek a tanár tüntetésnek, vagy tanár mozgalomnak a logója. Aha. És ezt így a Quimby kirakta a dobszerkóra. De ezzel és akkor ezzel is jelzik, hogy ők azért amúgy mit gondolnak, amúgy meglejátszák a számaikat, és kész. Viszont akkor a Tusványos az egy olyan NER rendezvény, ahol deklarálják és prezentálják a toleranciát. Hát igen, bizonyos értelemben igen, és ezt tudod, ugyanazon a színpadon volt kint a... Nem gúnyolódok. Volt kint a izét, tudod, a noáros Indezit logó, amin az Orbán Viktor tartotta három nappal később a beszédét. Aha. De fura. De ugyanakkor meg... Tanítanék mozgalom? Azt hiszem, vagy valami ilyesmi. Valami, igen. De ez már a pukli idejében is ez tanítani mozgalom volt. Tanítanék. Nem tudom követni. Figyelj, de az a helyzet, Robi, hogy ugyanakkor meg ezt a sintértípust meg látjuk a médiában, meg a kommentmezőn, meg... De a kommentmezőben viszont meg hemzseg. Tudod, és bizonyos kommentmezőket teljesen leural. Ez a, mert ilyen jó érzésű ember nem megy oda, hanem tudod, az olyan, mint egy bizonyos kommentmezők, mint egy ilyen árnyékvilág, lápvirág világ. Egy olyan lápvilág. Hádész! Igen, tudod, világok közt várnak ott a lelkek. Ja. Kicsit ilyen közeg. És azt gondoltam, hogy akkor oda megyek, bemegyek a VIP-ükbe, mert esett, ugye.
És akkor besétáltam a VIP-be, és senki nem állt belém, senki nem kötözködött, tök normális volt mindenki. Volt ott egy csávó a olyan kabátban, ami Orbán Viktor és Donald Trump volt rajta, és Orbán Viktor és Donald Trump a béke lovagjai és a civilizáció megmentői felirat, mindez angolul, és ilyen békegalamb volt a vállán, a hátán meg a Orbán meg a Trump, de az se állt belém. De ilyen pólót én is fölvennék, bazd meg. Tehát ez akkora rock and roll. De ő, hát, de ez nem, poén, de hát ő nem a... poénból vette föl. Jó. Na. Szóval volt egy ilyen csávó, és az is tök normálisan viselkedett. Nem jött oda, nem kötött belém, és nem éreztem azt, hogy így utálna, vagy ilyesmi. Egy hajnali egykor belebotlottam, és így vigyorgott. Tehát nem... Rajta volt ugyanaz a pub, felső, de... De Robi, ez milyen igazságtalan, bazd meg, te ott vagy Tusványoson, és mondjuk a Dopman meg nincs. Hát ez az. Na most tudod, az van, hogy a Dopman, és nem hát úgy, hogy én mindent elkövetek, hogy ne menjek, és úgy vagyok lent. A Dopman meg hát... Honnan tudod? Lehet, csak hogy... amit én látok. Egyébként azt tudod, hogy jó, egyébként nem hiszem, hogy ez egy olyan nagy dolog, hogy valaki ott van, tudod, én nekem ez egy jó lehetőség, hogy ahol a pókfészkel ott mondjam el, hogy mi a álláspontom. Nyilván, nem? De ezután nem az jön, hogy bazd meg, hát nézd meg, milyen szeretettel fogadtunk, nézd meg, még a Quimby is a dobszerkóra ráfesti, amit tudom én, a mi ellenünk szóló jelszó. Tehát mi tök toleráns, el is mondták neked a színpadon a cikk szerint, hogy hát bazd meg, hát toleránsak vagyunk. Mi a bajod velünk? Mi a fasz bajod van velünk, ami ennyire toleráns? Igen, nagyon ízléses volt, hogy megünnepelték magukat, hogy a 23. alkalommal meghívtak, tudod. 22-szer kihagyták az ittszert. Jaj, köszönöm. Hogy háláljam meg? Csodálatos, hogy elhívtak. Micsoda konszenzus! Jó, de ez oké, okay, de most nem erről beszélek, hanem erről, hogy mondjuk azt mondják neked, hogy de figyelj, itt a milyen Bori is elején... Péterfi. Péterfi Bori, vele kezdtem pedig az egész műsort, itt a Péterfi Bori, itt a Quimby, itt vagy te, hát most tulajdonképpen mi a baj velünk? Hát pont ez akkor nyilván azt mondod, kell, hogy nem a Tusványossal, de mint fesztiválon van bajunk. Ott van a Péterfi Bori. Most könyörgöm, a Péterfi Borinak mindenki ismeri a véleményét. A Kis Tibinek is mindenki ismeri a véleményét. Ezek nem fideszesek. Sose fognak a Fideszre szavazni. És ezt mindenki tudja, és ha valaki megkérdezi, ezt fogják válaszolni. Most miért ne lehetnének ott? Most érted, én úgy gondolom, hogy hát egy fasiszta diktatúra fesztiválja? De én nem gondolom, hogy ez fasiszta diktatúra. Na erről. Én nem gondolom, hogy ez fasiszta diktatúra. Ez egy paternalista, kultúrharcos, örjöngő, konszolidálódni nem akaró legitim önkényuralom. Azt tudod, hogy a Bartus megírta most az Amerikai Népszavában, hogy felszólította a Bartus a román államot, hogy tiltsa be Tusványost. Na, jól van. Szóval, és az elképesztő, hogy az Orbán Viktor mindig fölül arra a színpadra, és leülteti maga mellé a Tőkés Lászlót, aki így végig ilyen nagyon kedvesen ül ott, és az valójában mindenki látja, hogy a Tőkés László az ott egy jelvény, és az Orbán Viktoron van rajta. Tehát ez olyan nyilvánvaló, most értem, hogy nem a hajtókáján van, mert nem ott hordja. De világos. Tudod, de hogy az ott egy jelvény. Egy jelvény, ami azt jelzi mindenkinek, tudod, itt ül mellettem a legenda, ő legitimál engem. Ez egy ilyen szituáció, soha még nem szólt hozzá. És vagy én legalábbis soha nem hallottam, vagy nem volt az, hogy ő is így elmondta volna, hogy ő mit gondol erről. Én azt érzem, hogy az Orbán Viktor, amikor ott ül azon a színpadon, és előadja ezeket a nagyívű víziókat, benne ezekkel a poénokkal, amiket egy stáb ír neki, és akkor megint irányt mutat népünknek, hogy merre folytassuk az utunkat, és utána a legabszurdabb, és ez mindig így történik, minden rendezvény Orbán beszéd végén, elkezd tapsolni a közönség, és az Orbán Viktor ilyenkor természetesen nem meghajol, hiszen nem színész,
ő Orbán Viktor, mit csináljon, mit tegyen ebben a helyzetben, ő is tapsol, megtapsolja a közönséget. És így tapsolnak, és minden ilyen alkalommal tapsolnak. És így nézik egymást, és tapsolnak, és emellett az Orbán Viktor az elmúlt 15 évben még kidolgozta azt, hogy még integet is. A Kádár korszaknak az utolsó időszak, ez a 80-as évek volt, akkor azt hiszem a bizottságnak volt egy száma, amit betiltottak, vagy volt benne, hogy büdös van és tapsolnak. És ezt akkor írták, amikor valami pár, a MSZMP-nek volt mi kongresszusa, tudod? Erről. Na jó, mindegy, igen, nem akarom ez... összehasonlítani, semmi köz a kettőnek egymáshoz, teljesen más természetű. És ebben az egész nemzeti együttműködés rendszere, meg ez a kurucos érzés, meg az Orbánnal való lelki közösség az embereknek így kifejeződik. Ahogy így állnak mindannyian, így nevetnek egymás szemébe nézve és tapsolnak. És ők egyaránt tapsolják egymást. Orbán Viktor elmondja, hogy a magyarok milyen furfangosak, milyen okosak, milyen nagyszerűek, és milyen jól navigálunk a világban. És a magyarok pedig azt mondják, hogy Orbán Viktor, légy helyettünk cselekvő, légy helyettünk magyar, légy a nevünkben nemzeti. Te vagy a nemzet, hozzá tartozik a nemzet. Ha nem akarod, nem vagyunk nemzetiek, mert elsősorban te mondod meg, hogy mi a nemzeti, és mi nem az, és ami ma nemzeti, holnap talán már hazaárulás. De mi belőled mindig abból, amit aznap mondasz, eredeztetjük azt, hogy mi a nemzet. Ennek megfelelően akármi lehet a nemzet, csak te mondjad, te mondd el nekünk. Érted? És az Orbán Viktor megtapsolja őket, hogy nagyon jól, így megtanultátok, hát ez csodálatos, és örömmel tapsolja őket, miközben azok örömmel tapsolják őt, egy olyan miniszterelnököt, amelyik éppen őket tapsolja. És ez a nemzeti együttműködés rendszerének ez az energiahálózata. Ez így megy körbe. Megtapsollak, amiért tapsolsz, és szeretsz. És én szeretlek érte. És tapsolsz, és megtapsolod a magyarságomat. És én megtapsolom a szuverenitásodat. És megtapsoljuk egymást, mert mi így kölcsönösen vezetjük Magyarországot Orbán Viktoron belül. Milyen lázba jött, bazd meg. Hát ez a... Ez igen. Szóval... Nekem egyébként azt tetszik, amikor az Orbán mond valami vicceset, tudod, ő ez a vidéki atyafiként úgy elmondja, tudod, ő a vicc, és akkor ott kórusban, ha, Edgar Allan Poe-nak van egy novellája, a Bicebéka, és az így kezdődik, hogy a... Soha nem is, egy ilyen zsarnokról szól, és az udvaroncairól, akik mindig ilyen tréfákat találnak ki, és akkor utána minden van egy ilyen dráma, és akkor a Bicebéka végez velük, leönt őket szurokkal, és meggyújtja őket, de ez most mindegy. Tréfa része, és akkor úgy kezdődik, hogy soha nem ismertem mókásabb kedvű embert a királynál. Tudod, ilyen Poe-nak ez a ironikus izé, tudod. Azt mondja, már jobban kedvelte Reblének a gargantuáját, mint vagy azt a típusú humort, ezt a vaskos, izé, fingós, szaros humort, mint mondjuk Volternek a Zadigját, tudod? Tehát ez a kurva jó novella. Na, de mindegy, nem Orbán azért nem olyan, mint a Bicebékabeli király, csak tudjátok, amikor elkezd így röhögni, vagy ő mond ilyen frappáns viccet, kolbászfesztivál és izé között tepertős, akármi kis pálinkás, izé, ottan, itt akkor a férfi ember, az asszony, izé, és mami, magyarok, és akkor ott, kurva jó, és akkor lecsapódik ilyen vezércikkekbe, tudod, mind, amit olvastam, hogy és Orbán Viktor megmondta, kurva jó, ez kurva jó, én imádom az ilyet, nagyon, tényleg. Na, figyelj, Amit még beszélni akartunk a mai alkalommal... Ezt akartam kérdezni, azt mondtad, hogy Amerikában... Amerikával kapcsolatban. Itt a Márai kapcsán jutott egyébként eszembe, hogy az asszimiláció, aha, mert ő ugye... Márai San Diego-ban telepedett le. San Diego annyira... Tudod, ahol lekopik a nevedről az ékezet. Amerikában a kisebbségeknek kétféle sors jut. És ezt a sorsot, ezt a belső érzésviláguk jelöli ki nekik. Akkor nem jut, hanem ők
De nem ők. Velük, de nem akkor ők. Is velük történik. Tudattalan. Tudattalan. Aha. Igen, igen, igen. Mert Amerika, ami ugye a hatalmas kaszinó, a hatalmas nemzetközi kaszinó, ahol bárki forgathat egyet a ruletkeréken, és nem is kell zöld kártyáért folyamodnia, vagy házasodnia, vagy ilyesmi, mert ez is csak egy legenda, mert 100 millió amerikai illegális munkavállaló van az Egyesült Államokban. 100 millió a világ minden tájáról. 100 millió olyan, aki nem állampolgár, hivatalosan nincs Amerikában. Nem látogathatja meg azokat, akik otthon maradtak, viszont akik otthon maradtak, akárhányszor meglátogathatják őt. Ha hazamegy, soha többé nem utazhat be. Esélye sincs. De amíg Amerikában van, nem vegzálják őt, amíg nem követel bűncselekményt. Ha bűncselekményt követel, azonnal kiutasítják, és felkerül a neve arra a listáról, soha többé nem teheti be a lábát az Egyesült Államokba. De amíg nem követel bűncselekményt, addig kvázi amerikai. Van ez a kvázi Amerika, 100 millió ember. 100 millió munkavállaló. Akik, tudod, hivatalosan nem munkavállalók, nem fizetnek TB-t, de hát miféle TB van arra felé? De várj, akkor az ország maga ilyen cseppfolyós. Valójában nincsenek megéri. Amerikának megéri. Robi, nincsenek határai akkor annak a társadalomnak. Nincsenek kontúrozható határai. Nincsenek. De van ez ugye, a félig ezek... amerikai, meg félig nem oké. De várjál, de ő olyan amerikai, ember, tudod, ő olyan amerikai akinek nincsen. Biztos ez a 100 millió egyébként? Aha. Nehogy ez konszenzus. Ránk írjanak. Ez konszenzus. 100 millió ember. Igen. Jó. De ezt akkor értettem meg, amikor kint voltam, a kintiek magyarázták el, hogy ez hogy van. 100 millió munkavállaló. Aki... kell Amerikának, mert gondolj bele csak, hogy mennyi, mekkora GDP-t termel meg az a 100 millió ember. Bele szédülsz. Ha az nem lenne, nem utasíthatják ki őket. De meg gazdasági csapás lenne. De ők gyakorlatilag, hogy mondjam, nem állampolgárok, ugye tulajdonképpen kvázi félig rabszolgák. Érted? Abban az értelemben félig rabszolgák, hogy egy dobásuk van. Aha. Tudod, nincs olyan, hogy vétség. Mert mész a picsába. Mert már a vétségen belül vagy. És ez ezáltal ők azok a munkavállalók, akikkel bármit meg lehet csinálni. És ők ez az amerikai gondolom, ők nem lesznek a szakszervezetek tagjai. Hát hogyan? Amerikában nagyon erős szakszervezetek vannak. Igen. Vagy ha még vannak, de egy időben kurva erősek voltak, azt tudom. De hogy ők akárhogy is Amerikában az, hogy kimész, és az, hogy te is forgathatsz egyet a ruletkeréken, akár mint egy illegális munkavállaló, és tudod, ha illegális munkavállalóként forgatsz a ruletkeréken és nyersz, hidd el, hogy kurva hamar meg lesz a zöld kártyád. Tudod? Na ez Amerika. Ez Amerika. És ez egy alku. Mindenkinek, aki oda megy. Ezért bárki, aki Amerikába beteszi a lábát, az vagy asszimilálódik amerikaiságban, és amerikaivá válik, rendes amerikaivá, aki nem ápolja a gyökereit semennyire, és úgy amerikai, hogy csak a neve árulkodik arról, hogy honnan származik. Viszont a másik fele, és mindenféle népségnek, aki oda települ, megvan ez a kettőssége, az kétszer annyira lesz nacionalista, mint akik otthon maradtak. Az olasz kétszer annyira lesz olaszabb Amerikában, az ír kétszer annyira lesz írebb Amerikában, a zsidó kétszer annyira lesz zsidóbb Amerikában, a puertorikói kétszer annyira lesz, és a néger kétszer annyira lesz fekete afrikai, és a mexikói kétszer annyira lesz mexikói, mert bűntudata van azért, hogy elhagyta a hazáját. A lengyel kétszer annyira lesz lengyel, mert elhagyta a de hazáját. De csak az egyik fele, a másik fele vagy teljesen... Vagy az olasz kétszer annyira lesz. De a másik fele... Az meg nagyon amerikai. A másik fele az teljesen amerikai lesz. Az teljesen amerikaivá válik. De ez a magyarra is igaz? A magyarra is igaz.
A magyarra is igaz. Én csattogtattam karikás ostort Queensben. Na azt megnéztem volna, az meg. Szilveszterkor. A Puzsér Amerikában karikás ostort csattogtat. Azért vágjátok Queensben, a szürrealizmusnak ahol, ezt a... Igen, ahol, a, ahol nem petárdáznak szilveszterkor Queensben, hanem karikás ostort csattogtatnak. Na, Magyarországon... Föltettél ilyen betyárkalapot is? Nem tettem föl betyárkalapot. Nem tettem föl betyárkalapot. Megnéznélek benne. Ja. Igen. Na minden esetre... Ez egy általánosság, kivéve egyetlen nemzetet, egyetlen népességet, a német. Ott mindenki amerikai lesz. Senki nem lesz németebb. Senki. Ott mind amerikai lesz. Csak onnan tudod, hogy valaha német volt, hogy a neve árulkodik róla. És nem zsidó. De még zsidó is lehet simán azzal a névvel. Persze. Ja. Persze. De hogy a német az teljesen asszimilálódik, csak hogy a zsidóknak a fele, tudod, zsidóbb lesz. Igen. A németnek nem. Az egy annyira terhelt identitás, hogy a német, még hogyha őrizni akarja a hagyományát, akkor meg van engedve neki, hogy bajorabb legyen, vagy szászabb legyen, de ez a német, ez... Ja. De figyelj, a háború előtt azért nem így volt. Két világháború, amiben belesodródott Amerika. Ja, értem. Mert, és tudod, az két nemzedéknek a nagy élménye volt. Az azért beégett. Figyelj, mondd neked még az a név valamit, hogy Lindbergh, aki átrepülte az Atlanti-óceánt, egy híres repülés, és a Lindbergh bébi elrablása. Igen. Na, egy németet vádoltak meg vele, ha jól tudom, Kaufmannnak hívták, és halálra ítélték... Amiatt alakult meg az FBI, a Lindbergh bébi miatt. Az FBI. Ezt nem tudtam. Amiatt az ügy miatt jött létre az FBI. Mikor nem volt szövetségi nyomozóiroda? Nem, ott jött létre. Abból lett. Na, és, de várjál, és akkor még volt egy nagyon erős német kolónia, és még a nácik is elkezdtek az amerikai németek között kavarni, és gyűjtöttek például pénzt ennek a Kaufmannnak. Tehát akkor még volt ott erős német 40 előtt. Pedig már az első világháborúnak vége volt. És mégis még ott voltak erős német. Igazából nem is a két világháború, hanem csak a második világháború tett be ennek a cuccnak, de Robi, Európában is. Most egy picit, amit te elmondtál Amerikáról, Európában a migrációval kapcsolatban ez nem így van? A muszlim nem itt döbben rá, hogy ő bazd meg, muszlim. Tehát, hogy alakulnak a fundamentalista izék, érted, körök, közegek, klubok, stb. Most a klubot idézőjelbe véve, tehát, hogy a bevándorló az még ilyen kis engedelmes volt, és jaj, bement Németországba, kis gűrosz sütődéje lett, vagy akármi. A gyerek az már olyan, nem, de az unoka az meg már muszlim lett. Vannak ilyen sztorik, tudod? Ez azt jelenti, hogy Nyugat-Európa amerikanizálódik. Na, vigye át azt a logikát, amit most mondtam magának. Egy csávó csinált rólam ilyen mémet az 5. pecséttel, nagyon vicces volt. Na, mindegy. De erre, jó, bazd meg, válaszoljál már erre, vagy nincs semmilyen gondolatod? Tehát, hogy Nyugat-Európában ez nem így van? Vagy csak így volt, vagy csak egy picit így van, vagy erről nincs tapasztalatod, szerintem, nem tudsz nyilatkozni. Szerintem Amerikában... Nyugat-Európában. Igen, de ez nem úgy van, ahogy Amerikában, ezt mondod. Hogy úgy van-e, vagy nem úgy van-e? Ezt kérdezem, hogy igen, azt kérdezem. Igen. Igen. Mondom, hogy egészen más a helyzet Európában, mint Amerikában. Tehát Londonban mindenki brit akar lenni? Én nem egyébként nem tudom. Fingom nincs. Azzal, hogy kimész Nyugat-Európába, az Európai Unió miatt nincs meg az elhagyás. Az elhagyás érzet. Bármikor hazamehetsz 5000 forintért, meg 6000 forintért vannak ilyen fapados járatok. Ja. Tudod, ilyen, mintha buszra szállnál föl, tudod. Nincs ez. Az unió miatt nincs ez.
Nincs. Aha. Amerika egész más. És régebben a Márai, picit csatoljunk vissza Máraihoz. Ja, a Márai féle emigráció, de igen, nyugat, Európában. Igen, igen, az más lehet. Igen, az más lehet. Az más lehet, mert ott nem lehet hazamenni. Ott nem lehet. Ott nem lehet hazamenni. Főleg kommunizmus volt, vasfüggöny, az meg hát nem az volt, hogy fölülök, az hazajövök. Igen. Ja. Igen. Még csak úgy se lehetett hazajönni valójában, ahogyan az illegális munkavállaló hazajöhet egyszer. Ja. Aha. És akkor ott vajon beolvadt, vagy magyarabb lett? Mert ott is megvolt ez a kettősség, tehát volt, akiből magyarabb lett. Érted? Tehát lehet, hogy ez nem Amerika specifikum, csak de ott van ennek a csúcsa, tudod, amit az te az érdekes, hogy a Márai az, hogy mondjam, bizonyos értelemben beteljesült az a sors, amit ő magának szánt bizonyos értelemben. Ő az univerzális polgár volt. Semennyire nem volt például nacionalista. Márai azért hazafi volt. Hazafi volt, de az egészen más. Érdekelt őt a magyarság sorsa. Annyira, Márai, kozmopolita. Na igen, de a Márai meg a Kosztolányi, ők nem úgy gondolták, vagy nem úgy álltak hozzá, hogy nekünk magyaroknak egy sajátosan magyar utat kell járnunk. Ők nyugatosak voltak. Mindenféle kétség nélkül. Érted? Ők azt mondták, hogy a nyugati társadalom fejlődésnek az útja az, amit követni kell. Igen. És végül Márai, mint polgár, mint univerzális polgár, a világpolgár, aki a világon mindenütt otthon van, mert a világ a hazája, és mert a polgársága... És sehol nem volt otthona, ilyen, és kibaszott honvágy gyötört. Igen, végül, hogy mondjam, bizonyos értelemben le lett hívva ez az identitás abban az emigrációban, érted? És azért a Márairól kiderült, hogy abból a kulturális közegből kivonulva, vagy önmagát száműzve, ő elhagyatott. Persze. És szenvedett ettől. Ezt beszéltük is. Figyelj, Robi, akarok valamit kérdezni, aztán menjünk át, mert még lenne egy témánk, a kereszténység. Figyelj, te emlékszel még a 90-es évekre is, meg emlékszel a mi ismerkedésünknek az első éveire, és tudod, hogy én mennyit beszéltem és írtam az öngyarmatosítás ellen. Meg, hogy azért nem szerettem ezt a belpesti liberális közeget, több minden miatt, például a korábban említett arisztokratizmusa és ilyen elzárkózó, exkluzív volt, amiatt sem kedveltem, meg minden ilyet utálok, de például ez az öngyarmatosítás, tudod, ez az SZDSZ, mi a nyugati autóba be akarunk ülni, kövessük a nyugati utat, itt nincs külön semmiféle izé, mindent vegyünk át szolgaian, és mindent utánozzunk szolgaian. És én kurvára ki voltam ettől akadva, ezt a tipikus provincializmusnak tartom, egyébként nem fejlődésnek. A fejlődés az, hogy az ember autonóm és kreatív, és átveszek, de adaptálom. Az utánzó majom az nem produktív, és nem kreatív, és nem progresszív, szerintem. És egy csomót írtunk és beszéltünk, még igazat is adtál nekem ezekben. De miért van az, hogy Márainál, meg Kosztolányinál ezt nem érzem? Ők is nyugatosak voltak, bazd meg. És mégse érzem rajtuk ezt a típusú... Tudod miért? Nem érzem a Tótavi Árpádot, vagy a Seres Tudod Lászlót Márainál. Tudod miért? Na. Mert ők nem nyugatosak voltak, hanem nyugatiak. Csak Magyarországon. Érted? Ez nem a itteni színvonalon előadott nyugati ideológia szajkózása volt, hanem a nyugatiasság. A nyugatiság. Az a, hogy mondjam, ők azok voltak, akihez fel akartak zárkózni. A Tótavé meg a Seres, azok meg mutogatnak azokra, akikhez fel kéne zárkózni. És magyarázzák azt nagyon rossz kiadásban. Tudod, olyan rossz kiadásban, mint amikor a gyerekek egymással beszélgetnek, de már a szüleiket hallott ki belőle, ők hallgatják a szüleik beszédét és próbálják utánozni, de még tök béna. Hát persze, hiszen gyerekek. De nem mint a gyerekek szólalnak, hanem mint a szüleik arcával, a szüleik fellépésével, a szüleik dumáit adják elő, de nagyon szarul. Tehát persze béna, és persze aranyosak, hiszen kisgyerekek, de kínos akkor is, bazd meg. Kínos az arcoskodásukat látni a szaros kis hülye gyerekeknek. Érted, ahogy teszik az eszüket egymásnak, és kurvára azt hiszik, hogy nem nevetségesek. Érted? Ahelyett, hogy tudod, azok lennének az a kis gátlásos hülye gyerek, aki. Aha. Na mindegy. Mert szóval ez ilyen, na, és ugyanezt igen. Érzed akkor, amikor a Tóta Vét meg a... Jó, hát nem csak őket, csak ők ilyen
Jó, de amikor a, amikor a Hanvas Béla, meg a, Márai Sándor... Mert az jó, kívül van a diskurzus. Ja igen, akkor a Márai Sándor... Jó, oké, Márai Sándor... Márai Sándor meg Kosztolányit olvasol, igen, akkor... akkor Karinti akkor, Frigyest. Akkor az, igen, ja, akkor az az érzésed, hogy igen, ez a, ez, ez a nyugati norma. Ennek kéne, hogy lenni ők nem utánoznak. Nem. Nem majmolnak. Nem. Autonómok. Ők azok. Igen. Ők azok, akiket ezek utánoznak. De közben meg közép-európaiak is mégis. Tehát azt a kultúrát is viszik. Mint örkény, érted? Hát szá... ja. Na, és hogy az van, hogy ma ezek elfogytak. Elám. Ma ezek nincsenek már. Nincsenek. Kihaltak. Ja. Ez múzeum. Már nincs. Már ez a itt élő nyugati, amúgy nyugati normák szerint, nyugati módon gondolkodó, nyugati módon cselekvő, nyugati szellemben élő... Na erre viszont jönne a ember, nem a nyugat majmolója, nem a nyugat segnyalója, nem a nyugati mantrákat ismételgető, hanem, hanem az, akinek a mantráit ismételgetik azok. Érted? Hanem az, a nyugati ember, az, aki a, hogy mondjam, a... Ő az, aki akárhol lehetne nyugati ember, és ott megállna a helyét, mint nyugati ember, mert csak az. És most speciál itt van, mert ide született le. Ez értem, amit mondasz, és egyébként kurva jó is, csak egy gond van. Erre jönne a double twist, a Jobbernek a szájából kifele, hogy de Robi, már az a nyugat sincs, amit még mára ismert. Érted? De, és bizonyos igazságtartalma van, tök hát, mindegy. Hiszen változik, hiszen mindig változik a történelem, és változik a nyugat is. Folyamatos változás van. Mára itt el tudod egy Pride-on képzelni? Mert én kurvára de nem. Most az a nyugatnak a szélsősége. Ja, világos, csak provokáltam. De most az a nyugatnak a szélsősége. Hát azért, tudod, a Pride-al azonosítani, ez egy ilyen... Igen, ócska. Ja, ilyen izé. Elég, FSB, FSB-s. Én nekem a NER sajtó jutott eszembe. Igen, így értem. De az ugyanaz? Abban az értelemben, igen. Igen. Jó. Na mindegy. Törleszkedek. Hát, ha Tusványosra meghívnak engem is. És ott a Robival ellentétben én majd segget fogok nyalni, jó pénz reményében. Na, figyelj! Szóval ez az magyarság minimum. Igen. Majd akkor sírni fogtok. Na, figyelj! Na, beszéljünk a kereszténység paradoxonról. Így van, így van. Kereszténység paradoxon, amivel legutóbb zártuk, az estét, az az, hogy a fanatikus könyörtelen. Ezért a kereszténység fanatizmus ellenes. Mert a fanatizmus, a fundamentalizmus... Már az a óvó fanatizmus ellenes... A saját, nem, arról van szó, hogy a, igen, arról van szó, hogy a saját törvényeinek a túl komolyan vételével szemben is annak kellene lennie. Ellenáll. Ne, igen. Az vesse rá az első követ, aki maga aki is bűntelen. Ez, érted? A fanatikus az farizeus. A fanatikus nem keresztény. Magát rekeszti ki a kereszténységből azáltal, hogy fundamentalista. Holott ő bűnös, rá a bűnös szerepét osztottuk. Ő alázatos, neki le kell sújnia a szemét. Neki terhelik a lelkét bűnök, ha igaz keresztény. Ennek megfelelően abban a pillanatban, hogy így kihúzza magát, mint a farizeus zsidók, és azt mondja, hogy én megállok, én most odaállok az Isten ítélőszék elé így. Azt tudod, az nem lát, nem látja be a bűneit. Az valójában nem látja be a bűneit. És ebből következik, hogy ahhoz, hogy irgalmas legyél, hogy irgalmas tud lenni és követni tud Krisztust a tényleges tanításban, ahhoz bűnös kell, hogy legyél, mert tudnod kell a saját bűnödről. Érted? Ez egy paradoxon. Igen, igen. Nincsen még egy ideológia a világon, amelyik büntetné a saját szélsőségeseit. Megbélyegezné a saját fundamentalistáit. És megvallaná a maga téveigőit.
Mert mondjuk... Mert számol az emberrel, mert tudja azt, hogy az ember nem fogja tudni teljesíteni a krisztusi referenciát, viszont ha azt hazudja, hogy teljesíti a krisztusi referenciát, akár magának, vagy hogy ő a krisztusi referenciával mérhető, átvilágítható, és abban majd megáll, az távolabb van a Krisztustól, mint aki iszonyatos bűnök alatt görnyed. Iszonyatos bűnök alatt görnyed. És süti le a szemét, és mondja azt, hogy bánom. Bár ne tenném, bár jóvá tehetném. Ez olyan súlyos paradoxon, és minthogyha ennek a feszültsége képezné a nyugati embernek a pszichéjét. Ennek a homo novusnak, így mondom, a pszichéjét. Na most egy kicsit elcsodálkoztam, mert a kereszténységet értem, és akkor gondoltam, hogy elkezdünk beszélgetni. Nekem például eszembe jutott Kempis Tamás Krisztus követése, eszembe jutottak az ilyen misztikus szenteknek, megmestereknek a különböző leírásai, és állandóan visszatérő elem bennük, hogy soha nem másokat vádolj, mindig saját magaddal foglalkozz, mindig saját, és te saját, de az meg mindegyik, de tényleg. Ehhez képest a gyakorlati kereszténység, egyébként a diabolosz, az ördög, ha jól tudom az eredet, valaki egyszer kijavított, de nem, az vádló, tehát aki vádol. És hogy mégis a gyakorlati kereszténység meg tele volt vádlóval, aki a másba keresztve, mind amit te is csinálsz a celebekkel, meg a izékkel, nem saját magadba nézel, kedves Robi testvérem az Úrban, hanem keresed a hibát a Majkában, Tóth Gabiban, legutóbb megint, Vasvári Vivienben, azt se tudom ki a faszom az, de mindig hallom a nevét a Robitól, így tudtam meg, hogy ilyen létezik, és meg a Vasvári béke, ugye, hát 1660 valahányban, tehát ezért, tehát a Robitól tanulok, oké. A te kultúrád elsüllyedése az a Vasvári béke és a Vasvári Vivien közti pályán leírható. Igen, igen. Szóval te, basszus, tehát te képmutató farizeus vagy, baszkikám, te vádolsz, folyamatosan vádolsz embereket. Kérdezem egyszer a Robit, ezt egyik múltkori apunk talán elmondtam, hogy Robi, már akkor épp megint beleszállt valakibe. A fasz se tudja, kibe valakibe. Hát valakibe mindig bele kell. És akkor kérem, de Robi, miért jó ez? És azt mondja nekem, kurva érdekes, nem azt kezdte el, hogy de olyan köcsög, meg hülye, meg a kultúra szennyezője, meg mit tudom én mi, hanem hogy tudod, fam, te is ismered a szorongást. Hát hogy ne ismerném, basszus, ez például kevés közös egyike köztünk, és azt mondja, hogy tudod, a szorongásnak nincs konkrét tárgya. És azért csinálom ezt, hogy legyen. Akkor már legyen a szorongásomnak arca és tárgya. Ezek a ilyen kultúr, nem is na tudom igen, kiknek de, hogy az izébe. Itt azt kell érteni, hogy én ezeket, hogy nem én, bocsáss meg, ehhez hozzá kell fűznöm, hogy ilyenkor nem én vádolok, hanem a média persona, és nem, nem azt a szemét, nem az, ami közszereplő Puzsér, érted? Hát azt mondom, a démont. Hát aki na igen, na most az van, hogy vagyok én a magánszemély, és van a közszereplő Puzsér Róbert. És nem a Vasvári Vivien média szereplő mögötti magánszemélynek szól az, amit mondok, hogy nem ráolvasom, hanem a közszereplőre. Te egy közszereplő egy közszereplőre olvassa rá. Ez két persona, vagy egy persona egy másik personára? Egy person egy personának. Igen, igen. Ja. Így a precíz. Tudjátok, itt most a person és persona az, nem egyébként mindegyik persona. Igen, mindegyik. Ilyen intellektuálisan még nem buzisztak le soha. Hát figyelj, ezért vettem ezt a piros szemüveget. Egyébként nem ezért, hanem mert a született gyilkosokban a Mikinek is ilyen volt. Szóval, viszont figyelj, a
Ez egy jungi terminus, ugye a persona, ez az a szerep, amit eljátszunk a nyilvánosság előtt, mindenkinek van, egyébként sokféle, ez a maszk, ez az állarc, és a szerep, amit játszunk, és akkor mellette van az anima, az animus, meg a mély, meg az árnyék, és a mély, na, az árnyékod az részt vesz-e ezekbe az akciókba? Nem. Nem. Nem az árnyékom, az... ezt úgy néz, hogy az árnyékomra mutatok rá, hogy sok körül... hát az embert, ami legjobban irritálja, ja, értem, az árnyék személyisége. Na így értem a dolgot. Biztos, hogy a bizonyára, aki tényleg őszintén úgy gondolom, hogy a Hajdú Péter elleni harc évében volt valami ilyesmi. Lehetett valami ilyesmi, hogyha tényleg kell találnom valakit, aki tudod, valahogy ő az antianyagot nyelte le, amikor én az anyagot. Akkor talán ő lett volna az. Az a te személyiséged ám. Hát, mind a ketten jungiánusok vagyunk, most ne tagadd meg hát, igen, a Carl Gustav mestert. Igen, de ha tényleg az én személyiségem, akkor nagyon is elkelt az az egy év. Így van. Az nagyon is fontos, hogy egy jó vörös vonal, ami látszik és elválaszt. És a támadás az terápia? Saját magadat is gyógyítod? Nem, a média szereplőt, a közszereplőt gyógyítom, aki részt veszem. Jó, ez fasság nyilván. Nem hiszem, hogy gyógyulok. Nem hiszem, hogy gyógyítom magamat, mert hogy a közszereplő az ugye egy fikció, az nem tud gyógyulni, nem ő a beteg, hanem én vagyok a beteg. Én magamat nem hiszem, hogy meg tudom ezzel gyógyítani. De talán a köznyilvánosságot egyel jobbá, vagy egyel normálisabbá lehet ezzel tenni. Berendeztük a magunk kis privát tusványosát. Kis Magyarország. Így van. Na, figyelj. Ezt a személyi kultuszt, bazd meg. Na. Lehet csonkább. Igen, igen. Na, figyelj. Szóval a kereszténységről akartál. Hogy visszatérve a vádló. De bennem is van... Na, egyébként állati érdekes. Tehát mindenkiben van, bennem is van. És akkor mindig eszembe jut, hogy a példaképeim, az általam legjobban tisztelt gondolkodók erről mit írtak, és az mennyire helytelen és szar, amit csinálok. És akkor ilyenkorán az van, hogy viszont elfojtom magamban, ami még szarabb. Mert az meg egy hazugság. Érted? Az egy hazugság. Az elfojtásból hazugság jön. Akkor már jobb bűnösnek lenni, úgyhogy tudok róla. Igen, de tudod, ennek ezzel megkísértődni, az meg tudod, az antikrisztusi kísértés. Mindkettővel. Az antikrisztus két irányból kísért. Egyszerre kísért bűnnel, és egyszerre kísért fanatizmussal. Tudod, a bűnnel is az antikrisztus kísért, meg a fanatizmussal is az antikrisztus kísért. A mehanon, de miért? Hát miért? Miért pont ő? Azért, hogy lepuffansd a saját apádat. Ja, amiközben a cirkusz igazgató... Az a fanatizmus. A mehanon, mert hogy személytelen. Annyira nincs személy... Hanvasnak, sokszor idéztük ezt a szöveget, ez egy hanvasi szöveg. A Hénokban van, a Hénok című, egyébként rendkívül egyik legjobb eszébe. És akkor azt mondja, hogy a Krisztus az a személyes, és a Antikrisztus a személytelen. Én nem vett egyébként a Puzséra egyik fő teóriáját. Helyesen. És ott mondja, hogy saját apánkat is lelőjük. És a cirkuszban nincs nézőközön, tehát cirkuszi izék vagyunk, ilyen cirkuszi mik előadók, vagy akárkik, és a cirkuszigazgató őrült, közönség nincs, és a saját apánkat is lepuffantjuk. Ez alatt ő azt értette, hogy a fanatizmus nem tiszteli a szemét. Nem jut eszembe annak a szovjet pionírnak a neve, nagyon híres, aki a saját szüleit följelentette. És a sztálinék kitüntették. A szülei mentek a gulágra, a úttörőt kitüntették a sztálinék. Tehát azért személytelen, mert itt nincs barátság, nincs rokonság, nincs testvérség, még szülő-gyerek viszony sincs, csak párt van,
eszme van, absztrakciók vannak, értitek? Puszta absztrakciók, aminek alávettem a szemét. És ez az antikrisztusi. Most ilyenért a fanatizmus ezért mindig antikrisztusi. Ez kurva jó gondolat. A másikat a nem bűn, értem. A bűn. De az mi? Az egy gyarróság, bazd meg. Abban mi az antikrisztus, meg a személytelen? Az pont igaz, személyes. Nem, az igazi bűn. Az igazi bűn, ami a... Tudod, mi az igazi bűn? Nem az az igazi bűn, amikor olyasmit teszel, amit az egyház tilt, vagy amit a világ törvénye tilt, hanem a saját szíved ellen vétkezel. Magadhoz nem vagy hű. Ez az igazi bűn. Ez a másik fajta. Ja, értem. Érted? És így rokonságban van a fanatizmussal. Azt is azzal is az antikrisztus kísért. A nem csak személy. Az egyikkel kívül, aha, a másikkal belül. Ja, értem. Érted? Aha. És a kettő között van az ösvény. Így már világos, csak akkor a bűnt definiálni kéne, hogy de ez a bűn, a többi nem bűn, az, amit a világ tart bűnnek, vagy amit a klérus tart bűnnek. Nem az a bűn, amit a szíved tart bűnnek. Jó. Te tudod, mi a Krisztus beléd ültetett szíve, tudja, mi a jó és mi a rossz. Az a te lelkiismereted, az a te vezérlőd, amikor az ellen vétkezel, az a bűn. Azt mindig érzed. Érted? Értem. A bűn. Persze mondjuk, tudod azt, hogy a én szívem igazából azt sugallja, hogy mit tudom én, minden csajt megbasszak itt a izébe. Tényleg a szíved? Tudod, az... Tényleg a szíved? Na, tényleg a szíved? Na, igen. Mert nem tudna belelüktetni a makkodba, tudod, és így földuzzasztani, hogyha a szíved lenne. Lehet, hogy az pumpálja. Igen. És nem csak, hogy izé, hanem még mondjuk kabátocskát varjak a bőrükből. Hát vannak ilyen emberek. Az egy másfajta szeretet. Igen. Egyébként az is szeretet. De csak egy ilyen őskori. De tudod, amikor egyébként a csirkecomba bereharapsz, az ugyanez az őskor. Hát szereted. Na, kire szeretni? Mi? Figyelj, most nyilvánvaló egy rendkívül extrém és provokatív, az apuhoz illő példát hoztam. Annak illusztrálása véget, hogy ez a légyhű önmagadhoz, amit a József Attila is ír, és most te is mondtál az előbb, ez azért, tudod, milyen önmagamhoz legyek hű, bazd meg. Na hát, az jól kell meghatározni. Nem összetéveszteni az éneddel, nem összetéveszteni a pszichéddel, nem összetéveszteni az elméddel. És mondhatná az inkvizitor, hogy ma még csak a homoszexualitást fogadjuk el, légy, holnap már a pedofíliát, holnap után már azt, hogy kabátocskát varrok a áldozataimnak a bőrében. A lelkedről való tudásoddal kell azonosnak lenned, és akkor nem véted el. Akkor nem véted el. Az a tudásod arról, hogy egy vagy mindennel és mindenkivel, aki körülötted van, és minden más csak káprázat, ami elválaszt tőle. A látszat. Mert az összefüggés az igazság, világos, és minden más különlét fogalom a valóság. Aha. És a valóság a káprázat, ugye, a maya, igen, az igazság, az összefüggés a tényleges lét. A tényleges lét. A lét összefüggése, hisz minden van. Minden csak van. És ez az Isten. Ez maga. Már kezdesz révülni a szónak, most nem ironizálok. Van egy ilyen pillanat, ez a Kassai Lajos mondta egyszer, amikor hármasban beszéltünk, tényleg a Robinál van egy izé, akkor egy, és akkor, tehát ott már, na, átlép egy határt, ami egyébként tök jó meg minden, csak még egy picit én visszaráncigálom őt, de nem trollkodásból, hanem tényleg, figyelj, ezt, amit az előbb elmondtunk, meg itt beszéltünk erről, nem bulvár szempontból, még ha úgy is tűnik, ne, most nem, semmi tusványos, meg ilyen, te mit szólsz a hodászatjának ehhez az útjához? Most ebből, ne röhögjetek, nem, abból a szem, tényleg nem. Hát emlékszünk, hogy honnan indult a történet? Beleálltál. Emlékszünk, a csávóba, hogy honnan indult beleálltál. A történet? Trombitás Kristóf M5-ön zajló tévéműsorának a vendége volt, ahol arról értekezett Trombitás Kristóffal, hogy hát sajnos nem mindig minden körülmények között sikerül gyógyítani a homoszexualitást. Igen. Hanem hát ez egy nehéz dolog, ami sajnos
sok szempontból nehéz, de hát azért egy csomó mindenkinél természetesen sikerül. És ő nekem így került fel a térképemre kb. Rögtön elkezdtem. Hogy itt van egy pap, aki arról beszélget a Trombitás Kristóffal a televízióban, hogy hát a homoszexualitás gyógyítható, és hát még sok dolgunk van, feladatunk van ezen a téren, hogy gyógyítsuk. És akkor írt a Puzsér egy cikket, ahol egy platformon említette a izével, a Dúródórával, meg a Budaházi Eddával. És ezen tök kiakadt a csávó, mert ő magát egy ilyen progresszív, ilyen rocker papnak tartotta, veled is szimpatizált, és akkor Puzsér pont belém áll, és ilyenekkel hasonlít engem össze, mint a, érted, a Budaházi Edda, meg ezekkel a... Mert azoktól ő mindig azért elhatárolódott. Igen, és ott elindult egy folyamat. Ott elindult egy folyamat vele. És hogy ez ide jut, ezt el sem tudtam képzelni. Tehát el sem tudtam képzelni. Ilyen értelemben a dolog olyanná vált, mint a Szegedi Csanád esete. Nagyon hasonlóvá. Egyébként a Popper Péter fiával kapcsolatban a Popper Péter mesélte egy hasonlóan drámai történetet. Mi a sztori? Hát a Szegedi Csanád története. De várj, röviden. Tudjátok ti még ki volt az a Szegedi Csanád? Na, ki, emelje fel a kezét, akinek ez a név mondva, amit Szegedi Csanád. Az a gúny neve, hogy Zsegedi Csanád. Igen, a Csanád. Igen, mert ő egy jobbikos volt, a Turul márka voltnak a tulajdonosa. És a ez még a Jobbiknak a kemény időszakában volt. Egyszer a Puzsért összekeverték vele ilyen magyar szigetes izészal. Tudósítani mentem, és oda jöttek hozzám, hogy Csanád, magát szeretjük a legjobban. Hát azért a zsidót kiszúrják. Ja, igen. Már akkor ez jutott eszembe, bazd meg, csak... Na, és vele mi történt? És a Szegedi Csanád egyébként, ez a döbbenet, nem lehetett tudni róla semmi ilyesmit, hát hogy is lehetett volna, hát ő volt a Jobbiknak az egyik legkeményebb ökle, miközben mi a sztereotípia a zsidókról? Mi van náluk, mi van az ő kezükben? Pénz. Hát egyrészt a bankszektor, kereskedelem, média. Mi volt a Szegedi Csanád kezében a Jobbikban. Bankszektor, hát ő volt a Jobbik pénztárnoka. Kereskedelem, Turul volt hálózat. Média, barikádújság, 50%-os tulajdon résszel. Hát bazd meg! Tudod, pont ezt a hármat nem kellett volna a zsidó kezébe adni. És eleve ott van a pártban a zsidó, érted? Pont a Vona Gábornak a vakfoltjába esett, hát ezt a hármat kinek adjam, hát itt van egy vakfolt, ahol pont elfér egy kipa. Tudod, pont egy kipányi vakfolt, hát csak oda rakom le. Hát nem egy zsidó kezébe adta. És tudod, ők adták elő, hogy ők fogják megszabadítani Magyarországot a zsidóktól. Na, és aztán képzeld el, hogy kiderült, hogy ez a Szegedi Csanád, hát... Jordán fertőzött, ezt ki... Jordán pozitív. Ez volt az akkori Jobbi, a Kurucinfónak ez egy terminus technikusa volt, de várjál, nem teljesen, hanem pont az asszem a nagyany, és deportálták is a nagyszüleit. És akkor összejött, a párton belül volt egy szakadár náci csoport, ez a magyar hajnal, a görög aranyhajnalnak a mintájára, és elkezdték zsarolgatni. Egyébként ez az aranyhajnal kezdte el a hajnaúzást is felszínre hozni, amíg csak én írtam erről a témáról cikkeket, senki le se szarta, és amikor meg már a Jobbikot kezdték ezzel szétbomlasztani belülről, aztán kívülről a Fidesznek a fő korifeusát, annak volt az ötlete. Habony Árpád. A Habony, igen. Na, akkor már ez téma volt. Na, és így volt a Szegedi Csanád zsidóságával is, és elkezdték őt zsarolgatni, az meg a párton belül, nagyon sötét. Még a Bayer írta, hogy 2010-valahányban egy ilyet olvasni, mint hogy 1944-es iratot olvasni. Atya úristen, Bayer Zsolt, segíts meg minket, Bayer Zsolt, imádkozzál életünk civilizációnk elveszejtésért. Jó. Amen. Nem csak öngetek hozzá a pojátszáskodásodhoz. Térjünk vissza a komolyabb témákhoz, szóval a Szegedi Csanádról kiderült, és akkor még
Akkor még a Jobbik fele kiállt mellett, hogy nem baj, Csanádat, a te lélekben jó magyar ember vagy, így, úgy, íz, és stb. Stb. És egyszer csak mit csinált a csávó, és ez a lényeg, elment a Slomóhoz, hogy akkor innentől zsidó leszek. De kemény zsidó, bazd meg. Ugyanúgy jobboldali. Zsidó, antifasiszta, ami, és ugyanolyan izé, jobb, és, jobber. És jobber, és tudod, rögtön, rögtön Izraelnek a jobb szélén találta magát. Azt mondta, hogy fasisztából fasiszta lett. Micsoda jellemfejlődés, csak hungaristából zsidófasiszta. Bazd meg, tehát ezt a Puzsér csak mondta. Tudod, az egyszerű normális embert, akinek van bazd meg valami hobbija, a faszom gombfocizik, azt nem próbálta ki soha. Tudod, az soha csajózik, nem volt meg. Vagy csajózik, tudom. Vagy akármit, vagy egyszerűen csak alkoholista, az is egy lehetőség lenne, tudod? De nem bazd meg, hanem a fanatikus nacionalistából fundamentalista fanatikus nacionalista lett. Tudod, ez az meg, hát nem lehetett, de volt szerinted egy olyan másodperc, hogy áthaladt így fölöttünk? Így elhúzott fölöttünk egy szegedi csanád? Ja, ja. Na most a szegedi csanád... Valahogy onnan oda kellett kerülnie, világos, érted? Világos. Nem teleportálódhatott. Ja, ja. Na most a szegedi csanádot azért hoztam föl, mert egy részben tényleg számára ez terápia volt, mert legalább fölvállalta a zsidóságát, amit addig titkolt. Ilyen értelemben analógiába vonható hodászatyával... De én nem hiszem azért, hogy a hodászatja most egy másik fa... Most a prá... Figyelj, tudod, mikor lenne a szegedi csanád sztória jó párhuzam, jó analógia? Hogyha most a hodász ezek után menne a Pride-ra, bazd meg, és ott kiállna, és ott izé mutogatná a valagát. De nem ebben a vonatkozásban, de azért ugye érted, hogy valószínűleg érted, hogy mire céloztam azzal, hogy igen, hát, egy elemében. Nem, hát figyelj, arról van elemében. Szó, hogy valaki a tévében arról beszél, hogy gyógyítható-e a homoszexualitás, és hát speciál éppen homoszexuális. És a dolog... De nem véletlen, szerintem ő saját magával... Lehetséges, hogy igen. Már bizonyos értelemben ez valamilyen módon az Isten tudja provokálni akarta a sorsát. Vagy az, lehet, érted? Lehet. Majd erről beszélgetünk vele, mert terve van véve. Viszont nem erről igazából, csak ezt is lehet érinteni. Szóval a lényeg egyébként, hogy egy ismerősöm kiposztolta, amikor coming out-olt, hogy meleg vagyok, hogy azt mondja, hogy hodász atya barista, mert ugye kávéfőző, coming out-olt, hogy meleg. Van egy jó hírem hodász baristának, egy bizonyos hodász atya szerint gyógyítható. Jó, geci gúnyolódás, mert én egyébként a hodászt nem tartom egy... Én egyébként nekem egy nagyon szimpatikus ember. Igen, de tudod, valaki olyas valakire olvasod rá, aki már nincs. Ő már nem az. Facebook ismerősöm viccelődött. Ja, értem. Nem az, aki a könyvelő 4 napját írta. Ja, értem. Ő nem értem. Szokott facebookozni. Ez egy a harmadik. Elmészte a lófasz valagamba. Nem én írtam ilyeneket. Egyébként várj, lehet, hogy te is én vagyok. Hát honnan tudjuk, bazd meg? Hát figyelj, bazd meg, nem kéne elfolytanod. Fölszabadíthatnál. Boldogabb lennél. Mm. Figyelj, na visszatérve, szóval ez az egész keresztény vádolás, figyelj, és akkor hogy jött itt a hodász? Hogy ennek a keretében, tehát ezen kereten belül, amit most elmondtál, a kereszténységnek a paradoxonaként, hogy, meg az antikrisztusi, hogyan értelmezhető mondjuk egy ilyen sztori, nem a hodász személye az érdekes, hanem egy ilyen pálya. Nem, hát jelesül az élethazugsággal való szembesülés. Na most az van, élethazugság nem. Az antikrisztusi? Az van, hogy nem, a világ megkövetelt valamit akkor a hodásztól, a szíve meg visszakövetelt na, valamit most kíváncsi. A hodásznak. A világ megkövetelte akkor, hogy heteroszexuális legyen, legfeljebb egy motoros pap. Aha. És hogy jó pap legyen, és hogy megfeleljen, és hogy igazodjon, és hogy akár gyógyítsa a homoszexualitást, vagy megpróbálja Krisztus kegyelmével meggyógyítani a homoszexualitást,
ahol az felüti a fejét sátán képében, aztán elvesztette a sátáni képmását a homoszexualitás, és inkább ez a fanatizmus, ez a fundamentalizmus, ez öltötte fel ezt az arc nélküliségét. Tudod, az abstrakt, az abstraktnak az organikus feláldozását, amiről beszéltél. Tulajdonképpen az abstrakt mindig előhozza a kíméletlenséget. Mindig ez a fanatizmus mindig az abstraktnak áldozza fel az organikusat, a szerveset, ja, a ténylegeset. Ja, ja. A ténylegeset a fiktívnek. Így van. És ő ebben a helyzetben a közvádló heteroszexuális volt. Érted? És saját ilyen magát értelemben saját magát meghazudtolta, és előállított egy árnyék személyt, aki heteroszexuális, és gyógyítja, és harcol a sátán ellen, az ellen a sátán ellen, amit önmagaként folytott el. Aha. És aztán a helyzet átfordult. A gonosz a személytelenség képét vette fel, és a személyesség képét vette fel az én. És most meg, tudod, leválaszt magáról valamit, ami egy absztrakt erkölcs. Nem egy organikus erkölcs. Talán organikus erkölcs volt 500 éve. De talán már akkor sem. Nehezen tudható. Nem tudható. De valamit, és valamit fölvállalt, ami eredetibb, ami ténylegesebb, és ami a saját, hogy mondjam, lényével azonosabb. Aha. Azonosabb. És most bizonyos értelemben ez egy életszakaszhatár, ledőlt egy álén, és most előlépett a ténylegesén, aki valójában sosem volt. Egy ilyen coming out azt jelenti bizonyára, hogy sosem voltam még én. Mindig valaki voltam, akinek lennem kellett, mert én nem lehettem. Úgy fogalmazott a srác, hogy egy maszkot viselt a maszk alatt is. Még a maszk alatt is egy maszk. És most úgy néz ki, hogy ezt a maszkot levette. És a másik maszk? Melyik? Két maszkról beszélt, a maszk alatt is viselt egy maszkot. Gondolom a saját magával való konfrontációra értette ezt. Szerintem a maszk alatt viselt maszk az, amit magának hazudott, a maszk az meg az, amit a világnak. Igen. És most levette mindkettőt. Egyébként figyelj, tudod mi jutott még eszembe erről, hogy mindig olyan hajlamosak vagyunk ilyen gúnyoros megvetéssel illetni, amikor valaki szembesül az élet hazugságával. Pedig bazd meg, ha valaki szembesül, egyrészt mindenkinek van élethazugsága, kisebb, nagyobb, több, kevesebb, de mindenkinek van, mert ez az emberi élet velejárója. Ha valaki szembesül, az pont egy pozitívum, tudod? Ennél nincs. Az, hogyha valaki sose szembesül, és mindig igaza van, és mindig elkötelezett, ott kurva nagy bajok ennél vannak. Nagyobb életfeladat nagy nincs. Ennél ja, nagyobb ja. életfeladat nincs, mint az elismerhetetlent kimondani és magadra olvasni. Ezért érdemes pszichoterápiába járni. Ezért érdemes gyónni. Ezért érdemes a magad lelki gondozásával foglalkozni, akár a barátaid körében. Hogy elismerd az elismerhetetlent. Nem, hogy megerősítsd magad abban, ahogy élsz, hanem, hogy gyengítsd magad abban, ahogy élsz, és konfrontáld magad azzal, ahogy élned kéne. De ráadásul még ezek az általam sokszor idézett tisztelt mesterek folyamatosan azt írják, hogy állandó kétségbe vannak önmagukkal. Aki nincs kétségbe önmagával, ott van a baj. Így van. Tudod? Ott van a baj. Így van. Ez volt az Apu, azért teszik, mert a sírsz.